szemed a kávé. Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez itt a Morning Show. Természetesen Rákóczi Feri, Vadon Jani itt vannak a fedélzeten. Sajnos Balázsral ma nem szolgálatunk, ugyanis egy nagyon kellemetlen baleset ért őket. Erről majd néhány szóval beszélünk, természetesen nem akarok kibeszélni, dehogy nem. De itt van helyettem a reggel Abaházi Csaba. Persze tudjuk, hogy Balázs pótolhatatlan srácokat, ezzel mindenki tisztában van, és Csabi sem azért van itt bent alapvetően, hogy őt pótolja, hanem azért, mert nagyon szeretem megtapasztalni, milyen érzés az, amikor az ember annyit beszél egy rádió műsorban, amit akar. De jó bejönni közétek, szevasztok. Ugye, szépen köszönjük. És még ez csak az első mondat volt, érted? Fontos, mi jön még ezután? Emelt a Jani. Tehát, hogy emelt rögtön az első megszólásban. Igen, kapaszkodj, igen, ez az én kezem, itt nyújt a Fer is nyújtja, így van, és visszavetünk a mélységbe. Tap a bakancsomnak, neszel! Na, hát egy csúnya kis baleset érte a Balázsikat. Nem jogosított fel arra, hogy beszéljek róla, úgyhogy beszélni fogok. Arról van szó, hogy tegnap valahol nagyon csúnyán sikerült benyelni ők valamilyen rota jellegű vírust, aminek következménye ugye az, hogy az ember... Nem egyedül volt a buliban, tehát hogy, és nem ittak ráadásul. Igen, mert hogy ugyanott étkeztünk, mondjuk nem egyszerre, de ugyanott étkeztünk tegnap délután, ahol ő is és szegény Viki is, és szerintem a kettőnk között annyi volt a különbség csak, hogy ők más köretet választottak. Ők batátáztak, én meg sült krumpliztam. És az ő batátájukon volt valami olyan... Batáta. A gyilkos batáta. Igen, volt valami olyan különleges fűszerkeverék, aminek a borsosó és a paprika mellett még részét képezte a rotavírus is. Amire gondolom, tényleg ez lett a következménye. Hogy délután, igen, még lehet, hogy igen. És mi aki a sosan, fűszeresen vagy rotásan, rotásan legyező, és nem tudom, biztos valami új lehet, kipróbáljuk. Na, Viki, mit szólsz hozzá? És hát az lett a vége a dolognak, hogy ugye minden testnyilásukon. Na, mi hát a képzeleteteket bízom. Mind a ketten egyszerre? Felváltom. Igen, de szerencsére nagy a ház, tehát van két hely benne. Így van, így van. Nincs ilyen probléma. Így van, ez hát illetve úgy működött, mint tudod, hogy ismerétek ezt, emlékeztek el a gólyára, amit hogy hék így, igen. A vízes bólogatos gólyá. Hát nálunk is úgy történt. Igen, Viki, Balázs. Szörnyű egyébként. A legrosszabb egyébként ez a fajta, amikor megebédeltél jól, és még egyébként lehet, hogy jól is esett, jó volt, és utána egy-két óra múlva érzed az első csavarást. Érzed az első csavarást, és akkor azt mondod, hogy hát semmi, valami, mit tudom én, odabent egy kicsit megkavarodott a dolog, és utána hullámosult. Mindjárt elmúlik, és picit valóban csendesül, és utána igen. Elindul, és nincs megállás. És 5-6-szor nyugszol meg, hogy na jó, oké, most már vége, most már tényleg kijött belőle minden, mert hát Már azt hiszed, hogy nem jön belőle semmi, de egyszer borzasztó. De fogyok urának viszont jó, mondjuk a Vikinek nincs rá szükség. A vizetőjából hova? A Vikinek ideális a testi százaléka, de a Balázsnak sincsen egyébként sok mindenből leadnia. Az utolsó SMS, amit tegnap jött tőle, az volt, hogy fekszem, igen, hogy bulingozó, abban a Szemét. És az volt az utolsó SMS, hogy fekszem a fürdőszoba kövén. És hogy hívják, igen, és hogy verítékezik, liheg, és hogy egyébként meg nem tudják, hogy fogják a gyereket lefekteni. Szóval a szegényeknek mindenképpen egy jó jobbulást kívánunk maximálisan. Bízunk benne, ez ilyen egy nap alatt átszaladó történet szokott lenni, nem? Kérlek szépen, én 12 évvel ezelőtt egy kagyló vacsorán... Én 12 órán keresztül hánytam. Nem mondom, 12 évvel ezelőtt egy kagyló vacsorára mentünk el Garami Balázs kollégával. És a fekete kagylónak van egy olyan tulajdonsága, hogy így, hát néha a nagy szórásba egy-egy előkerül, ami valami, most nem tudom pontosan megmondani nektek, de hogy valami kis baktérium beköltözik a tengervízbe, az egyébként gyönyörű tiszta tengervízben. Baláskámmal mi megvacsoráztunk, nagy ívű életet éltünk, ugye, hogy kagylókat eszünk végre Budapesten. Hazamentem, és akkor már éreztem, hogy baj van, hát ugyanezt eljátszottam, ezt nem ecsetelném ezt a részét, de én utána 4 napig feküdtem infúzión. Kiszáradtál? Igen, bementem, már éjszaka be kellett mennem, ilyen hajnali 4 óra volt, és akkor már egyszer nem tudtam mit csinálni. Bementem, mondtam a doktor úrnak, hogy az van, hogy alul fölül, és most már nincs, mondta Ferenc, azonnal befekszik, infúzió be, 4 napon keresztül feküdtem, és így csorgott belém a lé. Úgyhogy van egy ilyen kiszáradós része, hát remélem, hogy ez ennyire nem kapta el őket. Hát bízunk benne. Csabi, nektek valami jó fontos. Balázs, amikor elküldte neked ezt az SMS-t.
hogy a Balázs, amikor elküldte neked az SMS-t, akkor számított rá, hogy te ezt úgy majd próbálod diszkréten közölni a rádióhallgatókkal? Tudja, hogy milyen Balázs. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy én pont tőlem pont annyit kap, amint ő is ad. Tehát, hogy így gyakorlatilag így, én azt gondolom, hogy van köztünk egy olyan sok-sok éves viszony, aminek az alapja tényleg az a fajta őszinteség, nyíltság és aljasság. Amit mind a kettők meg a másik részéről. Egyébként az utolsó SMS, amikor rákérdeztem a mai adásmenetre, illetve nem arra, hogy és lesz Viki helyett valaki? Az utolsó SMS az kb. Ilyen volt, hogy Illesztendrenzlád. Tehát kb. Ez teljesen olvashatatlan jött át, tehát hogy valószínűleg az lehetett, hogy az egyik kézzel támaszkodott, a másikkal megpróbált meg úgy SMS-t írni, hogy közben az arca más irányba nézett. Nekem körülbelül 4 évvel ezelőtt volt utoljára valami hasonló, de az annyival volt durvább, karácsony volt, tehát az egész család áhítattal díszítette a karácsonyfát, és ette a beigliket, épp pedig bezárkózva egy szobába, amellett, hogy persze jött ez az alul felül, még ilyen hihetetlen megfázás is volt rajtam, tehát ilyen 40 fokos láz, és takony, és minden. Anya, apa feldíszítette a karácsonyfát krumpli salátával. Nekem... Nagy szórással! Az a karácsony konkrétan kimaradt. Kimaradt. És a szép az volt az egészben, hogy mint én karácsony másnapján, mint a 28-án volt egy koncert, amire nagyon kellett készülni. De úgy, hogy mondom, tehát annyira meg volt a fázva, hogy hangom nem volt. Még emlékszem, hogy be is kellett volna jönnöm karácsonykor dolgozni, de a Garaminak ugyanúgy írtam egy SMS-t, hogy figyelj, most te jössz. Halálom. Igen. Szóval nagyon átérzem. Volt az első sorban, amikor látták, hogy ne, addigra meggyógyultam, mert felkészülni erővel telve egy ilyen koncertre nem lehet úgy, hogy előtte 4 napig ki sem kelsz az ágyból. Na, de menj, pisz, menj már. Úgy, mint Excel a törött lábával ültél. Igen. Egy trónuson, és nyomtad a izét a rock'n'rollt. Jó, az működik. És felváltva egy izébe papírzacskóba, és a mikrofon papírzacskó, mikrofon papírzacskó. Amit viszont nagyon szeretek, hogy a hallgatók tökre együtt éreznek. Igen? Na, igen, tehát ez van, hogy szegény Balázs, akkor ma rocknap lesz? Ha igen, hasonlóval, tehát egy zsáka foltját alapon megtaláltuk a hallgatótáborunkat, úgyhogy ők is. Igen, kívánjatok neki, szerintem a Facebookot használjatok fel erre. Jó? Hát, hogy mindenképpen ugye 250 ezernek meg kell lennie, azért november 18-áig ezt beszéltek, 225 körül, igen. De még 25 ezer, szerintem 25 ezer együttéző ember kell még. És ha kiraknál valami SMS-t a tegnapiból, vagy te nem férsz hozzá a Balázsnak a Facebookot? Nem, nem, már meg lenne a 250. Ott akkor lenne tartalom. Azért értem. Ahhoz max a Viki fér hozzá. Igen, ennyi. Ő sem lehet most akkor rávenni, hogy valamit rakjon ki a Balázsról ebben az állapotában. Az lenne a szép. Tegnap láttam műsorpromót. Ha persze, az végre felhasználta a Facebookot, a sajátját, hogy indul az új műsor, hát és jogos. Akkor erre egyébként abszolút, hát és ér is, mert ugye mi napi egy posztot kértünk tőle, hát ezt hogy is mondjam, nem nagyon sikerült betartani az elmúlt napokban, de hát ha most akkor ezzel meg lesz. Igen, lesz ezenek a 18-ának egy ilyen szomorú, meg egy vidámabb vonatkozása is, hát a szomorúbbat azt tudjuk sajnos, a vidámabb meg azt, hogy aznap este lesz az első. Gyertek át! Gyertek át péntek este. Én látom, hogy itt mindig megakadtok. Mert ugye az volt, hogy gyertek át szombat este, ez volt a műsor, és most mindig úgy kofeg, megy, indul a gyertek át. Forgattuk a gyertek át. Ja, mert most már péntek. Hát még nem áll rá a szád a péntek estére. Mi van a gyerekekkel, Csabi? Minden oké? Okay? Ők is túl vannak egy hasonló víruson, egy-két héttel ezelőtt ez meg volt, csak ez jutott eszembe. Kamu volt, vagy tényleg volt bennem még bajuk? Nem az volt, hogy jaj, annyira rosszul vagyok, mi, mert holnap biológiai dolgozat. De nem, mert pont hétvége volt. Tehát, hogy hétfőn már ment iskolába a Rómeó, csak hétvégén hazajött egy ilyen meccsről, és ettünk valami gyors éttermet, és akkor az neki ki is jött. Alul felül, és aztán egy nap csúszással ugyanez a Demeteren is. De mi nem kaptuk el, tehát hál' Istennek ez nekünk kimaradt. Most jól vannak, és egy kicsit aggódom is, mert én szoktam korán kelni. Én vagyok az első, aki fel kell a családban, és akkor oda megyek szépen a konyhába, elkészítem magamnak a kis, nem iszom már kávét, képzeljétek el, elkészítem a kis kátszímos italomat. Mi van fel? Majd elmesélem. Bekapcsolom a rádiót, és halljuk azt, ahogy ti törönködtök, és erre felébred a család. De most nem kapcsoltam be a rádiót, hogy lassan telefonálnom kell a Laurának, hogy ébresztő van, mert ilyen, azt képzelem én ilyenkor, hogy ilyen iszonyú kapkodás van, hogy jaj, gyerekek, a fél 8 van, el fogunk késni, és akkor hol a reggeli, hol a táskám, hol a... És valószínűleg sokkal nyugodtabban megoldják, mint amikor én ott vagyok, mert én viszont hajtom őket, ugye? Kész van, ott van, megvan. Végre ébredhetünk a Bartókra. Igen, igen, nyugodtan, semmi megregelzésében, apu nem üvölt. Igen. Legyetek már kész.
Nem zavarok most ott. Fölhívjuk őket hét után adásban. Hogy fognak az ők későre? Az attól ja, tartok. Az már elmúlik. De felhívhatjuk. 1-0 fekete-fehér, igen, nem, játékban az állás, és azt hiszem, hogy mi vezetünk, ugye? Igen, mi vezetünk, de igazából tök mindegy, hogy ki vezet, mert hogy a jövétre már azt tervezzük, ugye? Hát részben egyébként a te kezdeményezésedre, amivel aztán megint, hogy felcsipentett ezt a... Hát te nyomtad ezt a izét. Az, nem, igen, én nem mondtam, az hogy mondtam, hogy bedobtad. Fel. Bedobtad ezt hát, a dolgot. Hogy te ugye nem fogjuk bedobni, hogy ki legyen az univerzum császára. Minden aztán erről persze... Azt minden év végén azt csináljuk, hogy románnyerjük magunkat a fekete-fehérben, és az utolsó adás napon a Bali így egy könnyed lazasággal bedobja, hogy akkor aki ezt nyeri, az minden, tehát az univerzum királya, és akkor most az egész 7 évet dobjuk fel. Ő ezt nagyon szeret egyébként, ez a módszer, amikor az ember megnyeri a lottóötösön a nem tudom hány milliárdot, és aztán kitalálja, hogy rakjuk fel piros-feketére. Igen, mert akkor dupla. Az igen, az milyen jó ötlet. És általában ez nagyon jó ötletnek szokott bizonyulni, mert mindig elveszítjük az egész éve. És téged zavarna? A hallgatók már ennyit melózol vele. Engem jobban zavar a munkanélküliség. A munkanélküliség fenyegető réme. Jó, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, még akár Csabit is kihívhatjátok. Ezt szerettem volna mondani, hogy én életemben nem játszottam még. Kibontad, vesztettek. De ez, hogy én ezt nem vállalnám, mert akkor biztos bukjátok. Azt lehet, hogy kihúzom magam jó, a fekete-fehér ügyen, nem alól? Nekünk ez egy nagyon kényelmes pozíció, hogy rád foghatjuk majd az egészet. Múltkor, amikor szabadságon voltam, akkor titeket hallgattunk, reggel mentünk egy ilyen fürdőbe a srácokkal, és hallgatták ezt a játékot, és mondták, de jó, játsszuk ezt. És játszottuk ott benne, ültünk a jacuzziban, és 28-0-ra megvertek engem, tehát a gyerekeim, akik életükben először játszották ezt a játékot. Ha nem akartok rosszat, akkor engem vonjatok ki ebből a játékból, inkább a Zsül. Akkor Csabi nem ér. Igen. Csabi és Zsül nem ér, mi ketten viszont igen, lehet jelentkezni a játékra, és akkor a hírek után ezzel jövünk vissza. A Klassz FM-en. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok, egy napig nincs a főnök, helyette viszont itt van. Hát reméljük. Ja, igen. Mert ugye, főleg, hogy most bedobtad ezt a 4 napi infúzión voltál a rotáson. Jó, de engem nagyon elkapott. Én egy gyenge ember vagyok, ugye? Mint tudjuk, itt testalkatilag is, tehát egy összeesett szegény csávó. Balázs viszont jól bírja ezeket a dolgokat, úgyhogy holnap már jönnek, de helyette itt van a férfi, aki vállalja a csapásokat, Abaházi Csaba. Jó reggelt, szevasztok. Ezt olyan magabiztosan jelentetted ki ezt az egy napot. Ezen én meglepődtem. Én hiszek benne, hogy ez már jön. Hát ezt a rövid két hetet. De mi van, ma is elmegy valahova ebédelni valakivel. Aha, igen, végig, hát ha még volt. Fé, igen, jó még... vagyok, gyere, menjünk vissza együtt. Maradék a csomagok, mert legyen szíves, mert akkor megesztük. Igen, még később, jó. Most keks van, a háztartási keks teával. Nekem volt egy ilyen gyerekkoromban, és egész nap ropit ettem, és üres teát. Hát ez zseniális volt. Zseniális volt. Én egy órántottával sikerült benyelnem ezt a kis vírusocskát, hogy gyerekkoromban borzalmas volt. Aztán mondom, egyszer volt talán később valamikor egy felnőtt koromban is, már hogy korilag, nem magasságra tudjuk, ne írjátok. és az is ugyanez volt, de borzasztó. De hát írják a hallgatók is, hogy velük is már történtek csúnya dolgok. Hát reméljük, hogy ennek csak a fele jutott Balázséknak. Jó, ne legyen ez egy ilyen őszinte reggel az alul felülről, jó? Na miért ne? Mert ne, elég. Mi egy Szabó család vagyunk, erről mányiszor beszéltek. Tehát, hogy egy nagy 2 milliós család vagyunk. Mindenki mindent tud már mindenkiről. Hét után ki hogyan ürített? Jaha, igen. Jó, előtte viszont játszunk egy. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Juli, hello! Sziasztok! Szia! De kis vidám hangod van, de jó ezt hallani. Hát mert muszáj, ilyen idő mellett muszáj. Mi van az idővel? Hát itt esik az eső. Az hol az hol? Itt? Szigetváron. Szigetvár, de jó. Baranya megye. Uh-huh. Ne viccel. Hát jó, nem tudja mindenki érte. Tehettük volna máshova is. Jól van, valaki nem tudja. Tegnap egyébként volt egy csomó havazás is az országban. Zalavas megye, megérkezett a hó. Volt már ilyen hójelentés is, havas képek. Hát nyilván még ez el fog olvadni, de azért itt az első, és most ígérik is, hogy még a következő hetekben jön. Úgyhogy Júli, örülj az esőnek. Jó? Mert addig, hát jó, addig, okay. Már addig nincs annyira hideg. Most havas eső is eshetne, jégeső, lehetne havazás, és ahhoz képest egy áztató eső nem olyan rossz. Jó, mivel foglalkozol, Júli? Postán dolgozom. Oh, de jó, de itt kár, hogy nincs itt a postarajongónk.
Ja, igen. Ez inkább jó is. Hallottad ezt a beszélgetést a néniről, aki 104 éves itt egy pár héttel ezelőtt, és a postánál dolgozott nagyon sokáig, és imádta a munkahelyét, és nagyon szeretne valami kis kitüntetést ezzel kapcsolatban, hogy olyan emléklapot, ja, hogy igen, akár. Igen, igen, emlékszem? Igen. 104 igen. Éves. Hát lehet, hogy ez a hosszú életitka. A posta. Lehet, a posta. Lehet. Te ablakos kisasszony vagy, vagy háttérmunkás, vagy kiszállító? Hát postavezetőket, ilyen kis postákon lévő postavezetőket helyettesítek. Ne csináld már, hogy van postavezető helyettes is. Hát jelentős helyettes, igen, igen. Tehát ha bárki kiesik a körből, akkor te vagy, akinek szólnak, hogy Juli, ma reggel Pécs, kettes posta. Amely kézbesítő helyettesről hallottam, már én is voltam sokáig. Van ilyen, igen. De nagy és hány postát kell így ellátnod helyettesként? Hány 25 postánk van most. És ha egyszerre két helyre kéne menni, mert két posta. Hát van vezető. Több helyettes, a ugye helyettes, nem helyettes, én vagyok. A helyettese is ott van. Igen. Nem, hát hatan vagyunk, vagy heten most, akik így ezt ellátják. Jó. Együtt ne menjetek batátát enni, vagy mit. Ja, ja, igen, igen. Mindig más baj lesz belőle. Ugyanaz soha ne rendeljétek. És mi van akkor, jó, hogyha minden egyes posta vezető jól van, és nektek nincs dolgotok, akkor ültök benne hatan az irodában, és várjátok, hogy valaki kiessen? Nem, nem, nem. Akkor betesznek minket egy nagyobb postára, ablakba. Akkor ablakos kisasszony. Nem, akkor nyalják a csempék közt a fugát, hogy hát valamit így beteg. Nem nyalatják a posta vezetővel. Juli, kit választasz a játékban? Hát én a Csabi. De ő döntés. Még jó, hogy elmondtam, hogy mert a játékban rossz vagyok. Mi? Én sem vagyok olyan nagyon jó, tehát így gondoltam, hogy akkor így, de jó lenne. Az, hogy a Csabit még a gyerekei is rommá verik, ugye, a fiatal korúak. Jó, de hát essünk túl rajta. Ha maximum, ha most itt a stáb veszít egy pontot miattam, akkor nagyon fogtok rám haragudni? Igen. Ne, hát akkor legfeljebb nem hívunk majd jó, többet. De a hallgatókat boldoggá teszem vele, azért az megnyugtat. Igen. Azért igen. Okay. Jó, tudod a négy szót, amit nem szabad kimondani? Melyik az? De ez már a játék, mert ha megkérdezem a Julitól. Na Juli, akkor fölkészültetek, indul a játék, Jani visszaszámol. 3, 2, 1, fire! Szeretnél te kérdezni, vagy inkább kérdezzek én? Hát kérdezzél te. Mikor játszottál ilyet utoljára ilyen játékot? Fú, én már nagyon régen. És akkor jó voltál benne, nyertél? Nem is emlékszem, ugye? Volt egy ilyen. De jó, hogy te legalább figyelsz. Igen? Igen. Nyom meg. Juli, hát látod. Ez így nem jó. De miért nem jó? Hát ez a játék, szívem. Ha ki mondja, az veszít. Jól van. Nem. Szerintem a gyermekeim, ha már ébren vannak, most olyan büszkék. Most nagyon. Az én gyermekeim meg kint vannak a konyhában, és szerintem nem büszkék. Sírnak, anya elbukta a bögrét, már nem lesz klassz. Ha megnyugtat, akkor mondom a gyerekeidnek, hogy tök jól játszottál. Nagyjából 5 másodperc. Igen, igen, az az 5 másodperc, az felejthetetlen volt. Ki mondja ott hátul? Béna volt. Ki volt az? Ő a pálom volt. Figyelj, ahogy ő szeret téged, azt nagyon kevesen csinálják. Így, ahogy dicsér, ahogy megsimogat a veszteség után, ahogy magához ölel, és azt mondja, hogy nem baj, drágám, azt mondja, béna volt. Várjál, most már kedvet kaptam, játszom egyet vele is. Na, adom, oké. Hát egy játék van egy nap. Juli, köszönjük szépen. Köszönöm. Melyik szépen postán leszel ma szívem? Nagypeterdem. A nagypeterdiek látogassanak be Julihoz egy együttérző bélyeg vásárlásra. Na, köszönöm. Puszi, szia Juli. Köszönöm. Egy tapsot kérünk a Csabinak. 2-0-ra hozta az eredményt. Megérdemli ez a srác. Megérdemli. Hadd Juli adat a taps. Gyerünk. Ki van büszkül? Nagyon. Jelent, amikor egy helyettes postavezető megjelenik, akkor ott körben bemutatkozik mindenkinek, persze, és akkor így megjegyzi. Kíván. Igen, igen, Julika, Marika, Katika. Mi a feladat, hogy áll föl itt a szervezetet, nyilván mindenütt ugyanúgy egyébként, hol jönnek a bejövő levelek, hol viszik ki őket, mindent meg kell tanulni elsőre. Oh, yes. Na, akkor gyakorolhat. Juli, köszönjük szépen, 2 perc múlva lesz, 7 óra jövünk a hírek után. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning.
legnyitottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Könnyed, vicces reggeli ébresztő muzsika. Gyerekek, 2 perccel legyen 8 előtt. Hát hogy is mondjam, én az én tűrés határom nem ott van, mint DJ OT-é, tehát hogy egy picit én szélesebben le tudom nyitni az ollót, de a dal eleje az engem is meglepett. Igen, meglepő egyébként. Amúgy egy Linkin Park számról van szó, és az a Linkin Parknak van rengeteg olyan slágerés, ami mindenféle ilyen, hogy mondjam, szoftosabb slágerlistákon is azért már megfordult, és hogyha az ember mondjuk fölmegy egy videó megosztó portál, és megnézi, hogy milyen nézettségé, milyen like számai vannak általában egy Linkin Park klipnek, akkor az egy picit megdöbben rajta, mert kicsit Beyoncé és meg Madonnás, meg Kesás, meg hasonló. Ilyen 140 milliós nézettség azért az erős. Komoly. Ez a dal egyébként azért volt egy picit, bocsánat, hogy szabad vagyok, azért volt egy picit karcosabb, mert hogy a System of a Down-nak a gitáros, a Darren Malakian vendég szerepel benne, és hát neki gyakorlatilag ez a stílus, és gondolom a srácok igazodni akartak egy picit hozzá. A Linkin Park az a rock zenekar, aki nem a zenét tekintve, hanem a népszerűségét tekintve nagyon populáris. Nagyon, nagyon. Nem véletlenül hívták meg őket a jövő évi Volt Fesztiválra. Júniusban a 0. napon ők fogják nyitni a Voltot, és ez azért is fantasztikus dolog, mert hogy ők ténylegesen első számú, első vonalbeli világsztárok. Tehát, hogy rájuk nem lehet azt mondani, hogy ez a futottak még kategória, óriási sztárok. És hát meg is mozdult rendesen az internet, amikor ez kiderült, és már szervezkednek már most az emberek, hogy akkor honnan, mikor, együtt, kivel... De a Zsolti kérdését azt olvastad? Hogy nem. Én sosem tudom, hogy mikor viccelődnek a hallgatók, és mikor nem, ha nincs ott a mosolygós jel a végén, hogy Jani, ez neked tényleg tetszik? Borzalmas zene. Hát, simán benne van a pakliban. És az ilyenfajta hozzászólással nincs is baj. Tehát ez tök normális, megkérdezi. Jani, ez neked tetszik? Azt a válaszom egyébként, hogy nem csak ez tetszik neki, ennél még sokkal durvábban. Hát igen. Én csodálkozom azon, hogy a Janinak ez tetszik, pont ezért, de azért nem értem, hogy a Zsolti ezt hogy kérdezi, mert ha Jani ennél nagyon-nagyon durvább zenéket szokott hallani. Reggel, amikor így kevergettem lent itt az aluljáróba a kávémat, nagyon erősen gondolkodtam az Új Testamenten, mert hogy ők is friss albummal jöttek, és ők az én szívemhez egy picit közelebb állnak, de majd az a jövő héten. Az a végén. Majd, hát fiam, ez jár 18-án, nekem jár egy Testament meg a hallgatóknak. Igen. Meg Zsoltival tényleg meg kultúrát formában kérdezi, teszi fel a kérdést, és egyébként meg ott van mellett az a pár száz másik SMS, ami viszont, ahogy hívják, őrjöngő felálló. Na most vágtam fel az erejét. Mert ilyen, persze. Ja, igen, ha ezeket olvassuk be, akkor nyilván akkor ez az üzenet a dolognak, de hát ne legyünk Balázsok. Ezért irányítható a történet. DJ Otit most vitte el a zsákos bohóc, ez viszont annál jobb. Itt van a művelt is, nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájása édes, hat fájjon, hagyom. Ugye, hogy klasszikusokat idézünk, de tényleg jó volt. Jó. Mi az úristen csináltok? Mi ez a csatazaj? Egy másik, tehát ilyen is van, de tényleg nagyon-nagyon sokan szerettétek a Linkin Parkot, úgyhogy meg és azt gondolom, hogy néha jó ám kitekinteni. Ők milyen nemzetiségű zenekar? Én azt hittem huligánc, nem huligánc volt? Igen, csak idegedül énekeltek. Néhány év kell hozzá szerintem csak, és a huligáncnek is lesz majd Linkin Park száma, hogy lett Rammstein is. Amcsik, de nem csak amcsik, van bennük magyar vér is. Igen, mert kitörült, képzeljétek el, Mike Shinodáról, akinek már a neve is mutatja, hogy ő inkább ugye ázsiai vonulat, azt hiszem, hogy egyébként az édesapja révén, hogy benne is csörgedezik a magyar vér állítólag az anyukája. Igen, mindenhol ott vagyunk. A Linkin Parkban is. De az édesanyja magyar, vagy magyar vér van az édesanyjában is? Is. Valami magyar-oroszról írt az internet. Aha. Tehát és ahonnan... megdöbbentem rajta, mert hogyha végignézel, hogy a zenekar van, akkor az utolsó, akire gondolsz. Hogy... Na, ki lehet a magyar közülük is. Hát akkor legyen mondjuk Mike Shinoda. És tényleg ő. A Sasadi úton, ahogy tegnap is, ma is már hókotrók mennek fel a Sashegy felé jó korán. Azt szeretném kérni, hogy akkor is menjenek majd, amikor lesz ok. Azért mennek fel, mert onnan le tudnak jönni olcsón motorfékkel. Igen, csúszással. Szentendrei út az Árpád híd felé áll a sor, már a Bútor áruházig van meg. Megírja nekünk Gabi, köszönjük szépen. Mosonmagyaróvár levél felől az Opel szalon után drága fotók készülnek egy Volkswagen Transporterből. Kuvasznak köszönjük ezt az SMS-t, és tekerem, még egyet találtam. Kőszegi határátkelő kifelé, a Sógorok felé ismét több kilométeres a sor, megint bedurciztak valamin, és akkor megy az ellenőrzés. Viszonylag csendes a reggel, kivéve ugye ezeket a bizonyos pontokat, de hogyha valakinek van még infója, akkor az írjon. És olyan SMS-eket ne írjatok nekünk, amit most beolvasok, hogy a Reginával haladunk épp Pest felé, és azt üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és ő a szívem Kuglófjának egyetlen szemmazsolája, mert az éneket nem olvassuk be. Hogy? Ez volt az egyetlen kivétel. Hogy igen. Meg hogy ott ülsz mellette, fogd meg a combját, vagy a kezét, nézz a szemébe, ha te vezetsz, akkor ne, és mondd el neki. De miért a combját? Tehát, hogy az angyos ülésen, akkor miért nem fogod meg a tarkóját is?
hogy a szerelmednek... Igen, és azt egy puszít a homlokára. Így van, tehát hogy a szerelmednek így a tanúbizonyságot. Na nem véletlenül kérdeztem a Linkin Parkot, hogy amerikai, mert ők is biztosan, ha még nem adták le a voksukat, akkor ma elmennek szavazni. Magyar idő szerint ma reggel 6 órától nyitva vannak a szavazó helyiségek az Egyesült Államokban. Nagyon kötöttünk. Igen. Ugye? De most komolyan, tehát, hogy ez az egész világot foglalkoztatja, ez a kérdés, hogy ki? A hazug vagy a bolond? Hogy melyik? És tényleg nem tudod, mert hogy ez a két jelző van most már mindenhol. És tudjátok, hogy mi a rettegésnek a ténye, hogy az utolsó két hétben mérték, a helyi szonda Ipsos biztos körbejárt, hogy nincs eldöntve a dolog. Tehát, hogy senki nem tudja még. Most nyilván Clinton kicsit jobban vezet, Hillary, a Trump előtt, de hogy... Attól függ, hogy mit olvastál, mert fölként menni egy kereső, hogy megnézni, hogy a legfrissebb hír. Igen. Hogy akkor de a hogy másik. Ők csak ketten vannak? Nem úgy, mert is mindig voltak. Ketten versenyeznek, nem tudom, de hogy nem lehet, hogy majd valaki, hogy beelősz hátulról nincs egy harmadik. Tehát, hogy azt gondolod, hogy van egy harmadik jelölt, és csak őt kevésbé futtattak az elmúlt hetekben. De nem csak, hogy az amerikai sajtónyilvánosságot kapott, de van egy harmadik is. De nem tudom, hogy ez a kettő közül lehet választani az amerikaiaknak is senki igen. többet? Vagy van több jelölt is, csak hát van egy republikánus, meg egy demokrata jelölt. Eddig, van hogy... zöld jelölt, libertárius jelölt, van itt mindenféle jelölt. Minden. De aki de nem esélyesek. Hát valószínűleg nem, aki ugye szóba jöhet, azok ők ketten. Már egy csomóan leadták a szavazatot, mert nagyon érdekes ez az egész rendszer, amit majd mindjárt meg is kérdezünk, hogy pontosan hogy is működik. Hogy már hetek óta tudtál levélben szavazni, egy 40 millió ember leadta a szavazatát levélben, 40, de mondják, hogy ez még nem számolt tevő, mert ugye 300 valány millióan szavazhatnak kint. Náluk picit hatékonyabb a nemzeti konzultáció. Ott javott válaszolnak igen. is a levélre. Úgyhogy van egy 40 millió beérkezett levél, ma elindul a dolog, és akkor nem közvetlenül az elnökre szavazol, hanem na mit, Bonyi, de hát mindenki ugye tényleg tűkönülve meg feszülten várja, a piacok is egyébként. Ez te vagy, Csabi? Nem. Mi a gyerek nem találja ha ezért van, a Michael-nek a bontóját. Hát hogy... vagy a Csabit hívja Clinton, vagy nem tudom. Szóval, hogy mindenki, ugye a dollár is felült természetesen a hullámvasútra, a befektetők is, a gazdasági szakemberek, a politikusok, mindenki tűkönülve várja, hogy mi lesz ennek az elnök választásnak az eredménye, mert tényleg egyáltalán nem mindegy. Tehát, hogy így... Igen, mert hogy itt nem az amerikai elnököt választják csak meg, hanem a világ egy a vezető hatalmának olyan emberét, aki mindenre rá fogja nyomni a bégét. Négy amit a Jani mond, érted, hogy a tőzsde nem tudja ma, hogy mit csinál, megvárja a végét, és akkor majd kiderül, hogy mert mi van. Annyira nem hasonlítanak egymásra, annyira mást mond mind a két ember, hogy az egyik, Trump azt mondja, hogy ott vannak a fosszilis tüzelőanyagok, és akkor ennek nyilván az olajlobbi marhára ül, akkor négy éve keresztül ez lesz a trend. Vele szemben a Hillary azt mondja, hogy ő a megújuló energiaforrásokra teszi le a voksát, akkor onnantól így van, akkor Teslánál már a levegőbe csaptak, és azt mondják, hogy de király, megyünk majd följebb a tőzsdét. Na, de hogy ne csak így hárman legyünk okosak és a hallgatók, fölhívjuk a mi állandó segítségünket, aki reméljük, hogy kikeveredett már annak karmai közül, mert ott mindig az van ugye, hogy ők egy bensőséges, így nagyon van. Komoly, hosszas hangvételű telefonbeszélgetést. Nagyon durva verbális nyálazás. Folytatnak, és csak utána Anna, miután kivégezte a tanár urat, dobja át nekünk. Nógrádi György, jó reggel, tanár úr! Szevasztok! Jó reggel. Anna aranyos volt, miatta átjöttem három piroson, beértem a tanszékre, tietek vagyok. Na, ez nagyszerű, jó, ennek nagyon-nagyon örülünk, ugye ez most reggel körvonalazódott, hogy egy picit mi beszélgetnénk veled. Igen. Először azt szeretnénk kérni tőled, hogy nézzük már át ennek az egész választásnak a rendszerét, hogy ez hogy is működik pontosan, tehát nem az elnökre szavazunk, hanem elektorokra, és akkor utána majd ők megválasztják az amerikai elnököt, mi meg itt Budapesten nézünk hülyén. Budapesten is nézünk hülyén. Na most néhány megjegyzés és válaszolok egy. Adenauer azt mondta, ő volt Németország első kancellárja, hogy három dolgot nem kell komolyan venni. Az egyik ebből érdekel minket, amit a politikus a választási harcban mond. Teljesen igaza van. Második, tudom, hogy nem népszerű. Albright, aki egy rendkívül középszerű külügyminiszter volt, írt egy csodálatos könyvet. Igaz, hogy nem ő írta, de az ő neve alatt jelent meg. Egy oknyomozó újságíró írta vele kulturáltan, aki azt mondta, hogy a világpolitika minden kulcskérdése Ázsiába tőle. A kérdésetekre, miután Roosevelt négyszer elnök lett, az alapdilema az volt, hogy valaki maximum kétszer lehessen elnök, és mivel az USA state-ekből, államokból áll, minden államnak van egy elektori szavazata. A győztes mindent víz, van kivétel, de most a kivételben nem menjünk bele, az USA-ba összesen 538 elektori szavazat van. Ez azt jelenti, hogy aki 270-et meg kap,
ő lesz az USA következő elnöke. Mi a probléma? Hogy az amerikai történelem sajátossága, hogy meghatározott államokba gyakorlatilag kár elmenni, mert nyilvánvaló, hogy demokraták vagy republikánusok nyernek, mert évtizedek óta így van. Amit szeretnék mondani, a bevezetőben mondtatok egy baromi jó mondatot. Bárki lesz az USA elnöke, ő a világ vezetője. Az alapvető probléma az, hogy a két jelölt egyike sem alkalmas. Tehát meglátjuk néhány óra múlva, hogy kikapja meg a 270 vagy annál több elektori szavazatot, és USA elnök lesz. Mind a kettő jelölt közel van a 70 évhez, tehát nagyon-nagyon fura egészségi állapotban van. Mind a kettő rendkívül támadható. Érdekes, hogy ahogy az FBI ügy előjött, a Trump utolérte Hillary-t. Ahogy az FBI közölte, hogy nem emelnek vádat, Hillary előnye 3-4 pont lett, ami óriási. Még egy, az USA-ba, és erről a világ keveset tud, egy amerikai elnök választásnál 50% körüli ember megy el választani. Tehát, ha ott valaki 55%-ot kap az 50-ből, az azt jelenti, hogy a szavazatok 27,5%-ával kényelmesen elnök lesz. Ez elképzelhetetlen lenne mondjuk egy német szavazásnál. Most újra választják a képviselőházak egy részét is. És még egy, a világon ma mindenki azt mondja, hogy Hillary Clinton nyer. Oké, de a Brexitnél mindenki azt mondta, hogy Nagy-Britannia bemarad. Tehát itt nagyon óvatosnak kell lenni, mert nem lehet tudni, hogy a szavazófülkébe ki mit fog behúzni, és alapkérdés, a Hillary Clinton szeretné az amerikai fővonalat folytatni, a Trump nem. Mind a kettő rendkívül gyönge is támadható, de a világnak azzal kell együtt élni, aki győzni fog. De hogyha a programjaikat összehasonlítjuk, akkor az embereknek azért viszonylag könnyű dönteni, mert hogy annyira köszönő viszonyban nincsen egymással a két elnök jelölt programja. Csak egy szépséghibátok van. A történelemben az emberek soha nem olvasnak pártprogramokat. Tehát a pártprogram érdekel az országban 3-5% értelmiségét, a többit soha. Én nem láttam olyan magyar választást, a tévében mindig vitatkoznak a pártprogramokról, ahol valakinek fogalma lett volna, hogy mondjuk a környezetvédelemről, mondjuk hagyjuk Magyarországot, a német, lengyel, skandináv pártok mit mondanak. Tehát a pártprogramokat mindig szakértők írják, és én előbb utaltam rá, semmire nem kötelezi ez az elnököt, ha elnök lesz belőle. Ha nyilván választást azzal tudod megnyerni itt ebben az esetben, ha mondjuk Mocskolóc, ugye ez előfordult itt a kampányban az elmúlt időszak alatt. Egyébként ez mennyire volt csúnya a kampányidőszak az eddigi elnök választásokhoz? Ez volt eddig a legcsúnyább kampány. Soha hasonló nem volt. És azért még egyet hagyd mondjak, mennyire meghatározó a külső. Hát a 1960-ban a történelem legkisebb különbségével győz Kennedy. A tévénézők szavaznak rá, mert szebb, mint Nixon, és jobbnak látják. Aki a rádión hallgatja, az hallja, hogy Nixon a jobb. Tehát ilyenek döntenek. Itt nem szakértők döntenek. Tehát azért annyit látni kell, hogy bármely társadalomban a diplomások aránya az töredék, és nem a diplomás dönt. Tehát nekem például érdekes, hogy a diplomások jelentős része Hillary-ra szavaz. A nem diplomásoknál ez fordított. Tehát én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz most. Én olvastam olyan jelentést Washingtonból, ahol az volt benne, hogy ezt a választást csak Hillary Clinton tudja elveszteni, egyetértek. Olvastam olyan elemzést pár hónappal ezelőtt, amelyik azt mondta, hogy 90-10 a valószínűsége annak, hogy Hillary Clinton győz. Igen, de az emberek be fognak menni pár óra múlva a szavazófülkébe, és arról fognak dönteni, hogy kell-e nekik egy ilyen politika, ami eddig volt, amelyik az elmúlt évtizedekben az USA-t a világpolitikában minden vezető pozíciója ellenére lejjebb sorolta. Tehát nagyon, nekem fogadni kéne, mert még fogadni, de nem vagyok benne biztos, hogy az az eredmény jön ki, amiben ma az egész világ hisz. Meglátjuk. Hát régen megválasztásánál is, ugye Ronald Reagan megválasztásánál is azt mondták, hogy a szavazók arra szavaztak tulajdonképpen, hogy ő egy ismert filmszínész. És hogy egy nagyon jó képű csávó. Hát most ezt Trump esetében nem fordulhat elő. Én tudom, hogy ezt ma nem lehet kimondani. Én végigolvastam mindent Ronald Reaganről. Rendkívül buta volt. Hát Ronald Reagan volt az, aki... Aztán rájött, hogy most nem jelölt. A felesége pedig megírta a visszaemlékezését szerencsétlen, hogy a csillagok állásából mondta meg, hogy Ronald Reagan hova mehet, hogy nehogy agyonlőjék. Tehát elképesztő emberek kerültek be a Fehér Házba. Bocsánat, tanár úr, nem is lőtték agyon, ugye?
Egy pillanat, csak hát akkor... így van. Jó, hát akkor a felesége mégis értelmes volt, igen. De hát azért, ha megnézem, hogy kik voltak az USA elnökei, voltak köztük kiváló képességűek, voltak középszörök és voltak gyengék. Az, hogy Obama majd nyíltan Hillary Clinton mellett kampányol, ez rendkívül fura nekem, mert ez nem szokás. Ettől még nyilván meg lehet tenni, és azért egyszer mondjuk el, hogy 8 évvel ezelőtt Obama és Hillary Clinton gyűlölték egymást. A Hillary Clinton azt mondta, csak erről már nem szokás beszélni, hogy azért akar alelnök lenni, hogyha megölik Obamát, ő legyen az elnök. Ezek után lett külügyminiszter. Tehát tudom azt, hogy ma a boldogság legfontosabb kritériuma a szelektív memória. De hát én emlékszem, hogy 8 éve ki mit mondott. Hát a Hillary majd beleőrült 8 éve, hogy nem ő lett az elnök jelölt. No, akkor ne latolgassunk, vagy ne találgassunk, igen, hogy ki lesz, hanem tételezzünk föl, jó? Tételezzünk föl egy A és egy B verziót, és akkor röviden nézzük már meg, hogy melyikkel járunk mi jobban jól, vagy Európát nézzük, mit nézzünk, tanár úr? A válaszom az, hogy teljesen mindegy, hogy mit nézzünk, mert január 20-a beiktatás. Jelenleg egyik félnek sincs kidolgozott koncepcionális politikája. Január 20-ig mind a két fél, tehát most A verzió Clinton nyer, B Trump nyer, föl fog állítani egy hozzáértő stábot. Azért tisztázzuk azt, hogy az USA-ban a külügy, a Pentagon, a CIA tele van kiváló szakértőkkel. Tehát nem lesz nehéz sem Hillary Clintonnak, sem Trumpnak felállítani egy koncepciót. Ha nekem ma el kéne mondanom, hogy ők mit fognak csinálni, ami persze szinte lehetetlen, akkor a válaszom a következő. Egyikük számára sem lesz a külpolitika főtétel. Egy amerikai elnök számára a főtétel mindig az adó, az oktatás és nagyon sok egyéb, ami az átlag amerikai rahat. Kettő. Meglátjuk, hogy a képviselőházakban milyen republikánus többség lesz, vagy republikánus többség lesz-e? Három. Újra választanak kormányzókat. Tehát itt mindenki a világon arról beszél, hogy most elnököt választunk. Igen, de az elnök mellett nagyon sok egyebet. És ezek után belép a külpol. Ha megnézem ma a külpolt, akkor azt látom, hogy három globális játékos van, messze első minden probléma ellenére az USA. A hírszerzésbe, a lehallgatásba, a kutatásfejlesztésbe, a hadiparba behozhatatlan, több évtizedes előnye van. Második helyen van Kína. Tehát az USA számára a fő kérdés jelenleg az, hogy a csendes óceán térségében milyen stratégiát kövessen. És messze lemaradva a harmadik globális játékos Oroszország. Európa nem globális játékos. Mi szeretjük elmondani, hogy milyen szépek és okosak vagyunk. Innen nézve igen, a világ bármely más pontjáról nézve már nem. Tehát ezt is látni kell. Egy ilyen helyzetben nyilvánvaló, hogy Hillary Clinton azt fogja mondani, hogy számára természetes a Atlanti Szövetség. Ha Trump győz, ő is ezt fogja mondani. De a valóságban Európában a meghatározó hatalom Németország, azaz Berlin. És tudom, hogy nagyon rég volt, de volt egyszer egy film Ítélet Nürnbergben, és annak volt egy mondata, ami ma is igaz, amelyik úgy szólt, hogy Berlin Németország és Németország Európa. Az mennyire izgalmas ebben az egész választási sztoriban, hogy az első női elnök születhet most meg. Ez mennyire lehet érdekes, amerikaiként én otthon ülök, és azt mondom, hogy gyerekek, már volt mindenünk, színesbőrű és mind férfi, eddig, hogy lehet most végre egy nő, vajon milyen lehet? Ez a döntésnél ez befolyásoló tényező, hogy ugyan próbáljuk meg ki, vagy Amerika bigott, és azt mondja, hogy egy nő nem való erre a posztra. A válasz a következő. Egy-két éve az újszülött amerikaiaknál fehér kisebbség van. Tehát néhány évtizeden belül az megszokott dolog lesz, hogy nem fehér elnök lesz. Kettő. Eddig tényleg női elnök nem volt. Három. Ha Trump nem mondott volna ennyi ostobaságot, főleg a nőkről, akkor a nők sokkal szélesebb része szavazna rá. Azért annyit látni kell, hogy a fehér férfiak döntő része Trumpra szavaz. Tehát máshogy fogalmazva, Hillary Clintonnak az esélyét az adja, hogy ismert. A fő vonalon van ez az előnye és a hátránya, és az, hogy Trump annyi ostobaságot mondott többek közt, elnézést, a spanyol ajkúakról, konkrétan a mexikóiakról, stb., hogy ezek az emberek elmennek. Én ma reggel néztem, minden reggel a német közszolgálati tévét nézem legalább egy órát, és ma reggel is néztem, és nyilatkoztak afroamerikaiak, és azt mondták, hogy egyik jelöltbe se bízunk, de a két rosszból még mindig Hillary Clinton a jobb. Még egy utolsó kimenekülő kérdésünk van. Eddig ugye First Lady álltak. Várjál, kimenekültök, vagy én menekülök? Hát átengedünk most már diákoknak, tanár úr. Mégiscsak fel kell készülni az első órára. A jövő nemzedékeinek. Eddig ugye mindig First Lady volt az elnök mellett. Ha most Hillary győz, akkor Billből mi lesz? Férj.
Na most azért erre egy mondat, elnézést. Németországban kancellára egy szó volt, ez hogy der Kanzler. És utána jött Merkel, és lett kanzlerin. Tehát feltételezem, hogy az angol nyelv azért elég nagy mozgás lehetőséget biztosít ahhoz, hogy first lady után lesz first husband, vagy first man, vagy bánomémi. Tehát ez nem lesz egyszerű, mert azért a Clinton elnöksége sem volt egy 8 éves siker. Az igaz. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük. Fényt mutattál nekünk ebben a nagy sötétben. Igen. És akkor hát várjuk, hogy kiknek lesz erősebb a szava, az olaj és a fegyverlobbi, vagy pedig a mexikói, aki és a feministák és a fodrászoké. Azt fog nyerni, aki jobban tud mozgósítani. Tehát 50%-os részvételnél a mozgósítást tölteni fog pont. Nógrádi György, köszönjük szépen. Én köszönöm, szevasztok. Hello, tanár úr, viszont hallásra. Na, hát így állunk, akkor legalább most már tudjuk a rendszerét a dolognak, tudjuk, hogy meddig kell várni, és ezen kívül aztán tényleg semmit. Tehát, hogy ő se tudta. De akkor számomra kiderült, hogy bárkire is szavaznak az amerikaiak, annak, aki megnyeri a szavazást, még van lehetősége majdnem több mint két hónapja, hogy valami programja is legyen. Igen. Tehát, hogy most akkor nem programra szavaznak, hanem arcra, meg akinek kevesebb a botránya, vagy akinek... De jó lenne tudni. Én is tudnám, hogy akkor most mit vegyünk, Brentet vagy Teslát. Várjál még egy kicsit vele. 4:08 jön Ákos a friss sporthírekkel, utána pedig jövünk vissza, lehet jelentkezni a Mit mond Dóra játékra. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 2 perce múlt el, 3-4-8, jó reggelt, szevasztok! Breaking, írja a Blick. Sebestyén Balázs súlyosan megbetegedett. Srácok, de most tényleg... Várjál! Szomorú kép van róla, szomorú, és egy picit ilyen, hát hogy is mondjam, így picit alul exponált az egész, látszik, igen, hogy nagyon beteg. Erről, ugye, igen, nagyon tudatos a gépszerkesztés. És hát feleségével együtt kapta el a súlyos kiszáradást okozó fertőzést a műsorvezető. Te kretén állat, aki írod, nem kapott el ilyet. Tehát rosszul van neki, nincs súlyos kiszáradás, írjál már rendesen, szívem. Na, de lehet, hogy többet tudnak, mint te, nem? A Ferinek vagy, igen, lehet, hogy rácsörögtek. Igen. És látszak valakit megállni a kapunál egy rakás infúziós palackkal, vagy egy zacskóval, vagy vizet vitt. Tehát, hogy ők tényleg ennyire abból élnek, hogy tényleg igaz az, hogy ott valaki ül, aztán jegyzetel, és akkor már rögtön teszik fel az online-unkra, vagy rakják bele a másnapi labba, és akkor címlap, vagy mit tudom, egy második oldal lesz belőle. Tényleg ez ennyire fontos, ennyire izgalmas. Hát fontos nekünk, mert a műsorvezető társunkról van szó, meg fontos a hallgatóinknak, mert szeretik. De azért szól a Blick is nekik, ha nem vennék észre. Rájuk gondolnak. Tudod, tehát, hogy a hallgató most így velünk van, és nem veszi észre, hogy nincs a Balázs, de majd akkor az internetes Blikket elolvas, és ott benne van. Tehát, hogy ez ilyen rendesen. Semmiről nem szabad beszélni. De hogy nem, mert most ezt tájékoztassák a nagy közönséget, aki most éppen nem tud rádiót hallgatni, mert elromlott a kocsijában, de közben tudja olvasni az okostelefonján a... Ismét a hallgatókra előszakolt a zené ízlését, Vadon János, előben 46. A 46 fáj, a 46 igen, fáj. Igen, ja, igen. De, mert a neved mellett is az van. De nekem nem fáj. Igen, benne vagy te is. Végre a címben. Nekem mikor voltam utoljára ebben az újságban? Nem a 46 év. Azon se lehet változtatni meg ezen se. Kompenzál a 16 centi. Jó, de akkor ezek szerint... Csaba zárulja be, 46 helyettesítette. Igen? Balázs. Igen. Na. Eddig? Igen. Oda vagy, már odaértek, hogy nem sosem sikerrel, vagy pedig majd csak 10 után javítják. De szerintem már gépelik akkor azt, amit a Nógrádi tanár úr is mondott. Igen. Azt is megírják? Az nem annyira fontos. Az amerikai elnök választás esélyes, de kétesély is továbbra is, és tűkönülve várjuk az eredmény, blablabla. Rosszkor jött a fertőzéses betegség, hiszen a Klassz FM már csak másfél hétig használhatja a frekvenciát. Még ezt is odaírta. Persze. Na jó van, nincs ebbe több. Mert hogy egy jó cselekedetedről kell beszéljek ma, Jani. Na. Hát még nem is tudod, hogy te milyen jó vagy. Érted? Úgy jösszel otthonról, hogy nem tudod, hogy jó vagy. Hogy a szíved... Most megleptél. Azért mondtam, hogy a szíved, amire azt gondoltuk, hogy csak metál tüske, érted, hogy a kis sündisznó, így a kis van. Szívecskéd odabent, hogy saját magad is át tudod szúrni, az olyat tett... Olvat vért és hideg vasat eszek. Az olyat tett az előbb az SMS beolvasásával, amit
ugye megosztottál itt, hogy ilyet nem akarsz beolvasni, de egyszer beolvasod. Igen, nem szoktuk. Köszi szépen, fiúk. Fogtam én a kezét, de már majdnem aludt. Most felébredt és mosolyog. Így az igazi. Köszi még egyszer. Látod, mi vagy te? De felfújtam, és megint mosoly. Az előbb ugye egy SMS-t beolvasott a Jani, az egyik hallgatónak, hogy adja át Jani azt, hogy mennyire szereti a hallgató, azt, aki egyébként mellette. Nem szoktunk ilyenket, megmondom, hogy miért nem szoktunk. Ezt egyébként a webinar is mindig megírjuk, hogyha valaki kér valakinek egy mit tudom, egy születésnapi köszöntőt, egy névnapi köszöntőt, egy házassági fordulós köszöntőt, vagy hogy küldjünk neki videót, küldjünk neki eszköz. Ha egyszer is tényleg ezek a dolgok így kiderülnek, vagy egyszer bemondunk ilyet adásba, vagy egyszer is valakit felhívunk, és azt mondjuk neki, hogy boldog születésnapot, hogy onnantól kezdve megállíthatatlanul jönnek az ugyanilyen kérések, és fereknek kell lennünk, tehát gyakorlatilag mindenkinek ugyanúgy kell teljesítenünk, mert nekünk minden egyes hallgatónk ugyanolyan fontos, kivétel nélkül. Függetlenül attól, hogy szereti a Linkin Parkot. Ne vedd el az én műsoromnak a lényegét. Ez a te műsorod lényege? Én nekem ez még nem sikerült így megfejteni. Üzenem Lacina. Ja, tényleg. Azért, majd én beolvasom, nyugodtan küldje a kedves hallgató, majd én beolvasom 10 után ezeket. Jó? Tehát ja. Erre ezt csinálom, nem tudom mióta. Küldjél Rebekának egy Bruno Marsot. Te is nem unod még. Na, játszunk egyet. Az hallgatói üzeneteket. Ja, hogyan nem, hát a felét ő írja. Visszafelé beszélünk. Lészhe béle faszil. Hozzájállat, éle faszil gondolom. Aki kérdez? Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol? Ugye nem fogjátok most azt kérni tőlem a fekete-fehér igen nem után, hogy kislány hangon visszafele beszéljek. De igen. Igen. Nem rossz. Kati, szia! Halló, sziasztok. Szia! Te volt meg vagy illetődve. Igen, volt egy Julink ma reggeli fekete-fehér igennemben, aki bámulatosan jókedvű volt. Katin, ne ránsd vissza a hallgatókat. De várjál, Juli jókedvű volt, és nem nyert. Aha. Kati rossz kedvű. Kati nyerni akar. Ha Kati visszafogott valamiért. Csak meg vagyok illetődve. Nem kell. Nem abszolút. Figyelj. Mit tőlünk, nem voltál még három férfival? Plusz a Zsül. Nem. Na jó, plusz egy Csabi. Te ingatlan közvetítő vagy? Igen. Állítok, igen. Most dübörög a piac, nem? Lehet eladni, ha. Venni. Igen. Kicsit nehézkez, de lehet. Mi a nehéz? Hát, az eladás lehet. Vagy a vétel? Hát a vétel. Aha. Mármint az ügyféltől felvenni a lakást. Igen, mert azt gondolja az ember, hogy van egy lakása, ami mondjuk 10 millió forintot ér. Oda jössz te, és azt mondod, hogy ennek a 10 millió forintnak 3-4x%-át te kéred azért, hogy árulod a lakást. Ugye? Ez a baj veletek ingatlan közvetítők. Nem. Most meg kell védjem az ingatlan közvetítőket, mert hogyha ugyanakkor azt tapasztalod, hogy egymás után hozza a vevőket, illetve, hogy hát neked akkor... van, figyelj, tehát, hogy alapesetben ez így néz ki, majd én elmondom, hagyd csak. Tehát, hogy alapesetben ez úgy néz ki, hogy van ugye az eladónak egy igénye, azt az összeget ő bemondja, és jó esetben erre teszi rá az ingatlanos a saját kis plusz jövedelmét, azt mondja, hogy igen, te ennyit szeretnél a lakásért kapni, oké, ennyit kapsz, és amiért ezen felül eladom, az az enyém. Tehát ez így korrekt szerintem. És egy jó ingatlanos szerintem így csinálja. Nekem volt már kapcsolatom jó ingatlanossal. Igen. És én nagyon elégedett voltam vele. Igen, akkor meg is érdemli a jutalékát, hogyha tényleg szállítja a dolgot. De van egy csomó olyan is, például, aki nem ő hozza a vevőt, hanem neked mondjuk egy közvetlen ismerősöd, majd bekopog, hogy hát hello, itt a szerződés, ő ebből kér 2%-ot. Igen. Mire? Igen. Cica. Hát, hogy értem. Persze, mondom, többféle ingatlanos van. Nekünk az egyik ingatlanosunk konkrét olyan volt, hogy egy picit nyersen fogalmaz, érted följött, és ezért azt nem volt értelme felgyalogni. Volna a magas földet. Körülbelül ez volt a reakció. Tehát, hogy megnézte a lakást, és azt mondta, hogy ne haragudj, ne viccelnek, már viszont ne robbolják az időmet. A másik meg eljött, azt eladta. De ez pontos ugyanolyan, hogy mondjuk a fürdőszobát fel akarod újítani. Kifugázod, mert meg akarod spórolni azt a díjat, amit mondjuk a hideg burkolónak odaadnál, majd reklamálsz, hogy csúnya lett. Érted? Aha. Ha el akarsz adni egy házat, egy lakást, akkor te meghirdetheted a kis saját Facebook oldalodon, meg elmondhatod a szomszédnak is, nem biztos, hogy eljut a vevőig.
Erre van az ingatlan közvetítő, aki viszont ismeri a vevőket, hiszen vannak kapcsolatai, meg vannak lehetőségei. Na, na, na jó, ezek után neked kell küldeni nekünk ajándékcsomagot, mert helyre tettük a szakmának a relobéját. Kati, választhatsz a Mit mondóra játékban. Van A, mit? Amit szeretett volna Dóra mondani igen. játékban. Igen. Ja, nem, igen. Állat. Igen. Helység. Helység. Szólásmondás, tárgy. Ajaj. A híres ember tegnap kinőttük. Igen, akkor hallottál. Na, mi legyen? Nem legyen, mert a férjem kint hallgatózik. Hát talán mond, hozz egy önálló döntést. Rajta! Szólásmondás. Nagyon jó! Jaj, ezt szeretem a legjobban, mert sok rövid van benne. Egyet visszafordítasz, már tudod is, Kati. Én hiszek benned, figyelj, megcsináljuk. Indul a 30 másodperc. Oké. Okay. In der Gent nimm in Leif Boy. Boy a vége jobb. Igen, micsoda? Igen, nagyon jó. Igen, nem sok lók disznagy jobb, ez biztos. Jobb ma egy. Várjál, meghallgatjuk még egyszer, még egyszer. Na. In der Gent nimm in Leif Boy. In Leif Boy. A jobbal már meg vagy, in Leif. Jobb. Kef. Na, in Leif. Ne zavard össze. In Leif, erre koncentrálj. Te a vége? Igen. Jobb. Még Illé. Várok. Jobb. Nem kell félni, hanem... Még. Mit csinálsz? Jobb félni, mint megijed. Oh, nagyon! Ez az! Szép volt, Kati! Szép volt, Kati! Csak köszönöm, időn köszönöm. Túl... Na, ah, hát pont bele kapcsoltatok. Kati, ez csak egy ugye egy megjegyzés volt. Természetesen mi odaadjuk neked az ajánlást. Hát mi olyanok vagyunk. Értem. Jó, úgyhogy odaadjuk. Jobb félni, mint megijedni. Valóban ez volt. Azt még elmesélhetem, hogy van felévelek. Hát ez. Könnyen főzögettem, odajöttél és csináltunk oda fotót. A... Én így szoktam. Te vagy az egyetlen, mással még nem csinálta Feri. Könnyen se. Nem, hát én figyelj, én szerettem ezt. Ha valaki odajön, megtisztel azzal, hogy azt mondja, hogy ő szeretne velem. Csak a közveti megbízott. Nézem a Feri telefonját, az ő telefonjában is van egy közös kép rólatok. Aha, így van. És írom azt mondom, panírosztok. Kati, köszönöm. Küldjük az ajándékot. Puszi. Jó, szia. Kettő perc van 8 óra. A következő órában már most szeretnénk megkérni benneteket arra, hogy jelentsétek föl nálunk a szüleiteket. Tehát ha szegény anyuka, szegény apuka. Valahol az életetekben egy olyan törés van, amit nekik köszönhettek, akkor ezt már most megírhatjátok. Ha akarjátok, föl is hívjuk őket, és elmondjuk nekik, hogy mit csináltak, de nekünk az hogy már... mondjuk, amikor túl buzgók voltak, és ezzel negatív módon befolyásolták a karriert, vagy valami hasonló? Így van, tehát hogy te mentél volna szépen előre, de apu vagy anyu úgy érezte, hogy neki be kell avatkoznia, és sajnos nem és ez a beavatkozás az rossz. Hogy mit tudom én, az abbaházi szülők éveken keresztül valaki kényszerítették a fiúkat, hogy a hátán cipelj a gordonkáját, miközben mindig énekes akart lenni. De nem jó, mert akkor ugye énekes lett. Tehát igen, hát azzal se jártunk vagy jobban. Azzal se jártunk jobban, de gordonkázni azt lehet, hogy jobban bírtuk volna, mert klasszikus zenére kevesebbet járunk. Hát, igen. Mint a koncertre. Honnan tudjátok, kérdő hogy volás? Én nem adok esténként gordonka koncertet álnéven. De az, ha otthon adod, azzal nekünk nincs be. Jó, úgyhogy ilyen sztorikat várunk tőletek, egy perc múlva 8 óra. Itt, Sabi. Hírek után jövünk. Első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt mindenkinek, 2 perc múlva 4:09, Abaházi Csaba. Jó reggelt, szevasztok. És itt van velünk, meg még mi ketten kitartunk. Ja, szél Csabi, tényleg. Hello Jani. Te vagy az. Hello Feri. Szevasztok. Ki szólt neked? Ja, figyeljetek, én már majdnem elkezdtem visszakonferálni, annyira megszoktam, hogy a Black Eyed Peas. Így van, vadonatúj is, legerét hallod. Nem, vadonatúj, hát, ez van. Hát, ezt szoktad mondani.
Szegény. Bejött tényleg, beugrott a Csabi tök rendesen. Tegnap este 9-kor ír egy SMS-t a Jani, hogy ha esetleg, nem tudom, úgy alakul, hogy a Balázs nem tud felkelni onnan a csempéről, ahova lefeküdt, akkor be tudsz jönni? Ne, több infót, ne adja mire. És akkor mondom, hogy persze. Na, de erre nem számított, hogy azért jöjjek be, hogy belém rugdos. Na, hát ez is te, hogy is, hát én viccel. Mindenhol rugdosnak valakit, hát látod. Ja, jó. Bulvárújság, Balást, mit téged. A bulvárújságról eszembe jut, ha nem akartok közlekedési infokat mondani, de majd akarunk, de persze, azért mesélni. Ez biztos sokkal fontosabb. Hogy azt szoktatok nézni ilyen tehetségkutatókat? Néha igen. X-faktor. Én határeset igen. vagyok. Nem néztek ilyeneket? Nem. Azt évek. És a gyerekeitek sem? Ők meg végképp nem. Ja, nálunk a nagyobbi fiam rá van kattanva az olyan műsorokra, ahol egyrészt ahol énekelnek, másrészt ahol ilyen celebek próbálják eljátszani, hogy milyen a magánéletük, de közben ugye tudjuk, hogy ez meg van rendezve. Aha. És az X-faktort is nézi. Nézzük vele természetesen, nem vagyok én álszent, hogy éppen arra jártam a nappaliban, mikor ment. Mi is megnézzük. És most volt az X-faktorban egy nagyon különleges ilyen történés, ha nem láttátok, hogy gyorsan elmesélem. Tiszta hang? Hogy egyébként az is volt benne. Oda benne. Volt benne egy Eszter nevű lány, aki már korábban eljutott a nem tudom, mentorházig, vagy valameddig, és most megint vissza. Ő volt, akit kitett a Gáspár Laci, nem? Na, az volt, hogy Gáspár Laci beválasztotta még, amikor le kell ülni egy székre a csapatába, majd jött valaki Gáspár Laci szerint tehetségesebb, és kirakta ezt a lányt. Aha. Vagy hát megpróbálta kirakni. Ugyanakkor a lány is azt mondta, felállt, és azt mondta, hogy ő nem megy sehova. Ja, ez De aztán a Gáspár Laci kiment egy kicsit levegőzni, ott a műfáznak az előterébe, vagy szólt a biztonságja. És jöttek a lánynak a szülei. Jaj, nem áll. És a Gáspár Laci, hát jó, persze, szülőként ott vagy, és hát felindult állapotban. Nem mondtak csúnyákat, csak elmondták, hogy szerintük a Gáspár Laci rosszul dönt, mert hogy ennek a lánynak akkor most végleg tönkreteszi az életét, és mi lesz ezzel a lánnyal, és még talán még az öngyilkosság is meg fog fordulni a fejébe, és nem tudom. És a Gáspár Laci visszament, és nem biztos, hogy a szülők hatására, tehát lehet, hogy nem tudom, ő meggondolta magát, de visszavette ezt a lányt. Uh-huh. Visszavette a műsorba. Puha. Igen. Hát nem akarta, hogy a két hátsó is ki legyen szúrva. És aztán jött az első élősó. Jött az első élősó, ezt a lányt azonnal kiszórták. Aha. Érdekes a dolog, mert ugye a nézők nem arra szavaznak, hogy kiessen ki, hanem arra szavaznak, akit szeretnek, de valahogy az összes többire többen szavaztak, mint erre a lányra. Ő volt az első, aki kiesett. És hát ugye felmerül az emberben, hogy nem lehet, hogy ez azért van, mert hogy az embereknek ellenszenves lett az, ahogy a szülők viselkedtek. Nem a szeretik, nem szeretik az embert, hogy az ilyen mama-papa kedvenceit nem szeretik. Tehát, hogy amikor azt érzik az emberek, hogy akár a szülők jobban akarják a sikert, mint a gyerek, hogy ő tolta be őket, hogy ők azok, akik mindent megtesznek azért, hogy a gyerekből valaki legyen, onnantól kezdve valaki, de nem szimpatikus, hogyha azt érzik az emberek, hogy nem a saját erejéből, tehetségéből, a saját kvalitásai miatt került valaki oda, ahova, lásd én, akkor. Jó, akkor, de te apád nem járt be a Balázs. Mondjuk az is, mert gépkocsi vezető lennék a fősped jogutódjánál. Igen, akkor, de a lány nem volt tehetségtelen. Tehát megértem, hogy és ugyanezt tennénk mi is valószínűleg, ha a gyerekünk méltatlan vagy szerintünk igazságtalan a helyzetbe kerülne, akkor oda mennénk, és megpróbálnánk segíteni rajta. De figyelj, rajta, nem? Ez pont ugyanaz, amikor bemegy a szülő az iskolába, és azt mondja a tanárnak, hogy az én fiam már pedig készült, és nem hármast érdemelt, hanem ötöst. Igen, de nem tudta hármast. De nem te vagy igen. A tanár. Majd a tanár azt eldönti, attól tanár. Csak akkor minden ilyen döntés igazságtalan, ha így nézed, mert szülőként a te gyereked a legszebb, a legokosabb, a legügyesebb, a legtehetségesebb mindenben. Nyilván minden szülő ezzel így van. Aztán persze picit átértékeled az idők folyamán a dolgot, hogy mégse igen, de akkor ezek szerint minden olyan döntés, ami a te gyereked ellen szól, az igazságtalan. Tehát a szülői lelket nézed. Igen, csak azt kell eldönteni, hogy ha most hallgatok és háttérbe vonulok, és megpróbálom másképp segíteni azt a gyereket, tehát hogy nem... Nem feltétlenül hozom kellemetlen helyzetbe, persze valószínűleg ez a lány, az Eszter nem tudott arról, hogy kint a folyosón mi történik, vagy a műfáz előterében. Annyira azért nem voltak hevesek, meg hát valószínűleg nem is hallatszódott volna amúgy sem be, de ő nem tudta volna megakadályozni sem ezt, mert hogy nem tudott róla, hogy ez történik. Jó, de ha Eszter a visszakerülés után jól énekel, jó produkciót ad, akkor benn marad. Na de pont ez a lényeg, hogy ő jól énekelt, aha.
Csak azért jó volt a produkció, de nagyon-nagyon úgy néz ki a helyzet, hogy, hogy ellenszenvet váltott ki a nézőkben, vagy a szavazókban az, ahogy a szülei viselkedtek ennek a lánynak. Uh-huh. Ettől a lány lett ellenszenves. És ezért jó a kérdés, amit feltettél ugye a hírek előtt, hogy van-e valami hasonló szülői uh-huh. beavatkozás az emberek életében? Nem, Feri. Ami... Érted? Csak megbeszéltük előre. Halad elálltunk, nincs olyan, hogy bekiabálsz a pályára? Amikor tessék, a gyerekek fociznak. Ott van a nagy gyerek. Ez egy nagyon és aztán jó kérdés. Aztán, mol, aztán fogja meg a kezed. Aztán mondja a Demeter az edzőbának, hogy segít. Apa mondta, hogy törjem el a lábát. Na, én mindig azt mondtam, tehát amikor elkezdtek focizni a gyerekeim, akkor azt mondtam, hogy egyetlen egy fontos dolog van. Majd el fogtok jutni oda, amikor 80 ezer ember kiabál nektek a Barcelona stadionban. Egyelőre még csak egy páran állunk itt a pálya nekem szélén. Annyira mindegy, hogy játszottak a Bayern Münchenben vagy az Alba Klavában, érted? De hogy egyetlen egy emberre kell figyelnetek ott a pályán, és az az edző. Amit az edző mond, az szentírás. Ki az edző, apa? Azt meg kell tenni. Tehát lehet, hogy én ott állok a kapu mögött, és mondom, hogy most indul el jobbra! Akkor se induljon el jobbra a gyerek a kapusként, mert egyrészt a labda balra jön, és én keverhetem az oldalakat, mert fel vagyok dulva, fel vagyok indulva, másrészt én nem vagyok edző. Én egy szurkoló vagyok ott abban a pillanatban, rám ne hallgasson, és senki másra ne hallgasson. Ha fociról van szó, akkor az nem. Edző, ha kell egy óvszer, vagy pedig küldeni akartok a anyának egy Robbie Williams számot, akkor én. Akkor menjetek anyátokhoz. Na, szóval, hogy vannak nagyon sokan, persze, szülők, akik ott állnak, és megpróbálják megmagyarázni, hogy a gyereknek mit kellene tenni. Olyan is van, aki az ellenfélnek próbálja megmagyarázni, hogy hova kellene elmennie. Igen. Az édesanyjába, de de ezek gyerekek, tehát ilyet nem szabad. De nem biztos, hogy az a gyereknek ott benne jót tesz, és én eljött beszélgettem a Rómával erről, hogy amikor én hallja esetleg a hangomat, hogy én drukkolok. Ne figyeljél. Akkor az neki milyen? És azt mondta, hogy ő szeretne mindig a másik kapuban állni, tehát nem ott, ahol én állok. Mert rohadtul idegesíti. De nem is, őt ez megzavarja, ha azt hallja, hogy ott a háttérben, ott mi próbáljuk őt rávenni arra, hogy mit csináljon. Ő azt gondolja magáról, hogy tudja, hogy mit csinál, és nem befolyásolja az, hogy én mit mondok, meg hogy ott a többiek mit mondanak, csak nem akar nekünk rosszat, hogy mi bekiabáljuk, hogy menj jobbra, és hogy mi is balra megy. Ha, jó, de hát ez mondani. Érted, nem mondd már meg a gyereknek. Vetődj, vetődj! Majd ő tudni fogja. És nagyon sokszor érzem azt, hogy úristen, hát erre most el kellene indulni, de valahogy ő jobban érzi, hogy ez mellé fog menni, fölé fog menni. Hát tudod miért, mert ő tud focizni, te meg nem. Igen, ezért van ő a pályán, meg a pályán szélén. Én ezzel tisztában vagyok. Csabi, ez két hete történt. Esetleg valami friss infó, írja a hallgató. Két hete történt. Hát, ez a mai újság, amit elém tettél. Jó, nem? Majd, hogy ezt olvassam fel. Meg ma jött be. Ma vagyok itt, ma tudom ezt megbeszélni. De igazából nem magát a sztorit akarom felfrissíteni, aha. hanem ennek kapcsán tényleg kíváncsi vagyok arra, vagy kíváncsiak vagyunk arra. Hát számtalan ilyen volt. Hát hogy a szülők mennyire tudják befolyásolni a karriert egy-egy rossz döntéssel, túlbuzgósággal. Túlmenedzselik egy kicsit a gyereket. Ezt már én meséltem nektek, amikor beszélgettünk a pályaválasztásról, hogy nekem szent meggyőződésem volt, hogy hangszerkészítő akarok lenni. Mert hogy az egy hiány szakma, mondtam anyámnak, hogy szerintem az kell. Igen. Kell, és mondta mama, hogy nagyon okos vagy, felejtsd el, uh-huh. oda biztos, hogy nem, mert eltöröm kezed lábad. Ezt egy kicsit hosszabb ideig húztuk, ezt a nem mondott ilyet, mert rendes. Az irány már meg volt, mert az sem mindegy, hogy pánsip vagy hegedű. Nem, minden. Sőt, ja, orgona is. Bármi, ami hangszert, azt én akarom készíteni. De miért féltek ettől a szüleit, hogy akkor nem elvágod a kezdet? Hámer látod, hogy a kézügyessége. Egyszer vágott egy szeretkenyert, és felvágta minden erét. És az asztalt is. Nem, azért, mert ők, az én szüleim, egy egyszerű paraszt emberek, akik abból éltek, hogy így van, hogy ugye meg kell tölteni a kóbászt hurkát, de ahhoz meg kell etetni a malacot, meg kell kapálni a kertet, azt akkor van mit enni. Ja, és akkor mi az, hogy hangszert készíteni? Azért nem lehet, mert a faluba, érted, volt a nagy harang. Uh-huh. Az meg már megvolt. Igen, tehát hogy az megvolt, az nem törik. Lári, pontosan ilyenek voltak, hogy nem lesz munkád, hiszen a mi falunkban nem volt divat. Öncsé, fröccsöt, ne harangot. Nagy divat nem volt a zenélés, ezért aztán nem volt hozzá munkád, tudod? Tehát, hogy ilyen egyszerű a dolog, és akkor még elmentünk a pályaválasztási tanácsadóba is, ott nem tudom, hogy át. Ráadásul fel se ajánlották. De hát ne, ott úgy működik, hogy egy nagyon kedves néni vagy bácsi ül veled szembe, na pedig mi akarsz lenni? És elmondod, és utána pedig elmondja az összes olyan hiány szakmát, amiben senki igen. nem akar jelentkezni, semmi vonzó nincsen bennük, sajnos. Igen, de azt a részt kéne betörni, uh-huh, ugye? Igen. Vagy betömni a magyar munkavállalóknak a széles skáláján, oda kéne embert, tehát ő megpróbál oda benyomni. Na, akkor
gyakori, van itt is neked valami gépi forgács. Ugyanaz, hát az is fém megmunkálás. Hát majdnem ugyanaz. De most akkor a történetnek az a lényege, hogy azzal, hogy te nem lettél hangszerkészítő, mert a szüleid ezt eltanácsoltak ettől. Hogy rosszat tettek ezzel? Hogy akkor te most már boldogtalan vagy egész életedben? Nem, hogy mi lett a vége? Nem, nem vagyok, nem nekem tettek rosszat, az országnak. Ja, értem. Tehát nem, én boldog vagyok, csak akkor úgy tűnt, hogy mindenki meg akarja fúrni ezt a dolgot, és ez milyen rossz lesz nekem, hogy én aztán mechanikai műszerész, műszergyártó, karbantartó lettem. Most a mága hálálkodna neki, érted? Jönne, ide, már ott jöhetnék minden újévi koncertjén. Én lennék a hegedű javítója. Mindig kiintegetne, érted? Hogy köszönöm, Feri. Érted? Hát milyen, Feri a gyantás. Én hálás lennék a szüleidnek a helyedben. Az is vagyok. Az egész gyerekkoromért feljelenthetném a szüleimet, írja a hallgató, egyfolytában átvertek. Húsvéti nyúl, Mikulás, Jézuska. Ezek után derült ki, hogy nem is vagyok hercegnő, pedig mindenki így szólítottak, rájöttem, hogy Billy belóg a kezem, hiszen a szuperhős hivatás nem is létezik. Látod, hogy a maga a szülői munkakör, az egy nagy átverés. Tehát ahogy tényleg a hallgató is írja. És az a hallgató R32, aki DJ akart lenni 8 évesen, de aztán a szülei nem engedték, és volt már boltos, pizzafutár, villanyszerelő, szippantós. Jézus. És most konténeresként dolgozik. Bezzeg zongoraórákra elzavartak. Amit utált, szegény nagyon. Érzékeny pontot érintettetek, az én anyámhoz ez a műsor kevés lenne. Üzenném azoknak, akiknek kicsit háklis, felmenőik miatt nem kell kávét fogyasztaniuk, hogy felmenjen a vérnyomásuk, öleljék meg őket. Az én anyám egy istencsapása. Balázsnak jobbulást. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, átadjuk. Anyám leült az öccsével, na ez figyelj, ez tipikus. Anyám leült az öccsével, és kitalálták, hogy legyek asztalos, mert az nem fázik. Nem fázik az asztalos? Nem, mindig van faforgács, amivel befűtesz. Ja, baromira nem izgatta őket, hogy motorokat bütykölünk 12 éves korunktól, és hogy az autószerelés érdekel. Amíg élt, minden hideg nap után elmondtam neki, legyen asztalos, mert az nem fázik. Ez jó. Egy praktikus szempont. Annó gimnáziumot nem engedtek választani, csak a helyibe mehettem. Azt mondták, majd egyetemet én választhatok, az sem. Csak a szomszédvárosba mehettem, Budapestre nem engedtek, mert attól féltek, hogy az akkori páromhoz költözöm. Mikor azt mondtam, hogy az LT-t megjelölöm, annyit kaptam apámtól, hogy akkor tönkreteszem az életedet. Fú, a fater azért rendben volt, szóval nem lettem programozó, pedig nagyon szerettem volna, MS-e írta alá az SMS-t. Sanyi nőgyógyász szeretett volna lenni gyerekkorában. Az édesapja egy ideig próbálta terelni más irányba, nem nagyon sikerült, aztán megunta és közölte, hogy nehogy már neked jobb legyen, mint nekem. Így lett belőlem bádogos. Basszus. De miért kell? De miért csinálják ezt szegény gyerekekkel? De ez most, de tényleg... Neki van egy víziója, hogy a gyereknek milyen hivatást kell befutnia, az hogy, a baj, hogy... hogy van egy víziója arról, hogy mik azok a szakmák, amikkel jól lehet keresni, amikből fel lehet tartani egy családot, amik miatt büszkék lehetnek rá. Mert nem hiszünk abban, hogy a gyerekünk okosabb, tehetségesebb, és többre viheti, mint amennyire mi vihetjük. Figyelj, ezért azt gondoljuk, hogy ha én mondjuk, nem tudom, kétkezi munkás vagyok asztalosként, akkor a gyerekemből biztos, hogy nem lehet nőgyógyász, mert ahhoz nagyon-nagyon sokat kell tanulni. És az én gyerekem nem tud sokat tanulni, hiszen az én gyerekem. Buta. Figyelj, amikor én ott hagytam a postát annak idején, és elmentem könyvtárosnak, akkor apám teljesen kikészült. Igen, de ő teljesen kikészült ettől a dologtól, és azt mondta, hogy én vagyok a világ legnagyobb lúzer és hülyéje, mert hogy egy milyen jól fizető állást, mert hogy ő neki volt egy, tényleg neki is volt egy víziója arról, hogy egyébként a postások mennyit keresnek, meg hogy mennyi ott a jatnyugdíjkor, meg stb. És akkor egy ilyen himi-humi, ilyen értelmetlen baromság, mint a könyvtáros szakma. Hiszen úgy sem megy oda benne senki. Igen. Érted? Míg a postásokra szükség van, ráadásul van szolgálati bringád. Igen. A jó kajos, és ér kiadja tot. Igen, bezzeg a nyugdíjért, azért jár, meg a feles, meg a kávé. Ez a kettő. Az én szüleim mindig támogatták, amit én vagy a bátyámmal közösen elgondoltuk. Azt mondtuk, hogy mi zenélni szeretnénk, akkor bátyámnak vettek egy gitárt, nekem vettek egy mikrofont, érted? Mert azt mondták, hogy énekes szeretnék lenni. Jó, de hogy azt... akartál. De... tehát én mondtam, hogy énekes szeretnék lenni, és akkor vettek nekem egy mikrofont. Igaz, hogy nem volt hozzá erősítő meg semmi, de legalább volt egy mikrofonom, amit a fellépésekre vagy a próbára el tudtam vinni, ami sajátom volt, csak én kökködtem bele, mások nem. És aztán, tehát hogy
mondták persze, hogy akkor viszont el kell menni zeneiskolába, azért ezt meg kell tanulni, stb. Stb. És amikor azt mondtuk a bátyámmal, én 18 és fél éves voltam, éppen csak abba hagytam, vagy elvégeztem a középiskolát. Nem, azt akkor nem hagytam. Akkor kezdtem. És azt mondtuk, hogy mikor mi elköltözünk Százhalombattára, mert ott hív minket egy zenekar, akkor nem mondtak, hogy na hülyék vagytok, menjetek, nem tudom dolgozni valahova. Nekem akkor még nem volt melóm, a bátyámnak ráadásul volt, hogy úszómester volt, és nem mondták, hogy neked van melód, itthon kell marad, üljetek be egy kocsiba, azt menjetek. Te minél előbb. Anyátok már összepakolt. Anyátok már összepakolt három éve. Tehát ez nem, de hagyták. Biztos szomorúak voltak, meg sírva integettek utánunk, de hogy hagyták, hogy ha van egy tervünk, van egy álmunk, akkor azt valósítsuk meg. Lehet, hogy látták a tehetségünket. Érted? Tehát látták bennünk, hogy hát aranyosan hájpolod magatokat. 89-ben, csak figyeljetek, és 4 évvel később már aranynemezes előadók voltunk, érted? És ezt a szüleink meglátták bennünk. De ettől függetlenül, tehát amikor azt látjuk, hogy valamilyen irányba a szülők elkezdik terelni a gyereket, ezért ott sem szabad egyébként mindenáron pálcát törni a szülők felett, mert az is egyfajta gondoskodás. Tehát, hogy nem feltétlenül önmagát, vannak ezek a szülők is, akik tényleg önmagukat akarják megvalósítani a gyerek sorsával, de nagyon sokkal azért csinálják az egészet, mert egyszerűen tényleg törődni akarnak a gyerekkel, csak picit túlzásba viszik ezt a törődést, és egyetlen nagyon fontos dologról feledkeznek meg, a gyereknek a szempontjairól. Aztán van, aki ezzel például nem él ezzel a segítségevel, és úgyis egyébként révbe jut. Itt van például, én nagyon keményen megdolgoztam idén órája. Tehát, hogy vannak azért ilyenek is. Egy őszinte SMS. De ti a saját gyerekeitekkel nem érzitek ezt, hogy néha be kellene avatkozni? Hogy nem. Nem. Én mindig próbálunk beavatkozni otthon, de eddig nem igazán sikerült. Lepattanunk. Sok hatással nem vagyunk rá. Nálam még nincs ez a kor, tehát hogy ugye itt még nincs meg ez ennyire, hogy mi akar ő lenni. Én mindig azt mondom, hogy amikor egy szülő erőlteti rá saját magát a gyerekre, akkor az a két dolgot ér el, hogy a saját álmait föladja, tehát szülőként, hogy nekem már ne legyen majd te megvalósított, drágám. Ráadásul rátolsz egy olyat, amit ő nem biztos, hogy akar. És ez nem jó. Hát most még csak iskolás. Nálatok még van már iskola? Persze, van, vicces. Van már felé, már víz és villany is van. Csatornán is most fogja szervizet. Tök jó helyen lakunk. Hogy bementek az iskolába a szülő értekezletre, és a gyereknek az igazát akarjátok, vagy a saját igazatokat akarjátok a gyereknek a tanárára rányomni, és nem tudom, emiatt a tanár egy kicsit negatív irányban kivételezni fog a gyermekkel. Ilyet még nem tapasztaltatok? Vagy nem mentek be szülői értekezletre? De bejárunk, hogy, de mi a tanára bízunk. Nem, a tanára bízunk ezeket a dolgokat, mi nem akarjuk terelgetni. Tehát, hogy jó esetben egyébként a tanár úgy is látja, hogy a gyerek milyen irányban tehetséges, vagy hogy milyen, mi az érdeklődési körei, és akkor segít és benne, hogy a gyerek megvalósítsa önmagát. Mert hiába, hogy tőlem Feri is például hiába akarja, hogy a gyerekből legyen egy jó hentes. Ha aztán egy pár év múlva mégis a Győri Balettben köt ki. És akkor ő ott lesz boldog. Hát én meg szomorú leszek. Érted? Hát de most az élet de hallottam ilyen. Valamelyik nap ezt a történetet. De legalább lesz valaki a családból, aki jól áll a biciklisnak. Hallottam ezt a történetet. Hogy bement az iskolába, és akkor elmondta, hogy melyik tanárral mi a baja, mert hogy melyik hogy áll a gyerekhez. És ettől a nem tudom pár tanártól kapott a következő héten a gyerek egyest. Tehát, hogy... Tehát, hogy ez hogy nem. Pont fordítva sült el. Lehet, hogyha nem szól semmit, akkor a gyerek is összeszedi magát, és inkább figyel az órán, vagy tanul. Vagy de így, hogy bement intézkedni. Megpróbált beilleszkedni, vagy valami. De így egy kicsit. Mit nyizsög? És akkor így jelezték. Nem a gyereknek szólt az az egyes, hanem a szülőnek. Igen. De mégis a gyerek kapta. De akkor miért nem bizony egyébként az ellenőrzőn keresztül, nem? Igen. Világéletemben csillagász szerettem volna lenni, értettem is a dolgot, apám nem engedett, autószerelést kellett tanulnom, ami nem ment, és utáltam. Most sofőr vagyok. Na, tessék. Lehet, hogy csillagásszal kevesebb van. Egy jó csillagásszal, viszont egy rossz is sofőrrel meg több. Én fesztiválozni mentem, amikor felvételiztem a színművészetire. Aztán anyám sírva fakadt mondván, nem gondoltam volna, hogy bárhova is felvesznek. Cuki anyám van, írja Zsül. Na, köszönjük szépen mindenkinek, akkor aki jelentett a szüleiről. Hamarosan megmutatjuk a következő fél óra végén a hármas ugrás beugróját. Majd most a hírek jönnek 2:59. Után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
Pontosan 3.49 van. Sebestyén Balázs maga jelentette be a riposztnak személyesen, hogy ki van száradva. Ja, Istenem. Hát, gyerekek. De hogy te félelmetes tényleg, hogy ennyire, tehát hogy ők reggel ott ülnek a rádió előtt, picit jegyzetelnek, aztán a levegőbe csapnak, és azt mondják, hogy mára meg vagyok. Nem, a riposzt a Blikket olvasta. Ja, ja, értem. Na, ott is már megjelent. Csak egyik kedves hallgató írta egyébként, nagyon jó megfigyelés és nagyon jellemzés, köszönjük szépen, hogy megírta, mert egyébként tipikusan jellemzi a bulvár sajtót, hogy szegény Kocsis Zoltánra meg két sor. Igen, igen. Na, és hát még számtalan ilyen példát tudunk. Ja, Istenem. Ezzel kapcsolatosan, de beszéljünk inkább a tegnapról, mert Csabival közös élményünk volt, ezt még neked nem is mertük elmesélni, hogy micsoda megtiszteltetés ért bennünket egymástól függetlenül, ugye, mert a Csabi így dolgozott bent, én pedig ilyen... Hát úgy senki sem tud szeretni, mint két férfi egymást. De az már régen megvolt, azon már túl vagyunk. Szinte egyszerre csörrent meg a telefonunk, ami hát létezhetetlen, mert egy személyről beszélünk, aki hívott bennünket, de egymás után, és hát abban a szerencsében, abban a kitüntetésben volt részünk, hogy Magyarország legerősebb. Nem Magyarország. Nem, a világ. Azért. Viktor. Nem, ott még azért nem tartunk, ami nem feltétlenül baj. Nem a világ, az univerzum. Azért. Ja, helyes. Az ismert univerzum. Az ismert univerzum legerősebb embere hívott fel bennünket. Egyet tippelhetsz. Várjál, tudta a Klassz FM telefonszámát. Hát persze, mert tudta. Az én mobilszámom akkor még nem volt meg neki, és csörgött. De én megadtam. És nem, én adtam meg neki a tiedet. Mondtam, nem, megvan a Feri száma, de nem tudom, hova tettem. Jó, mondom, már is mondom. Két embert hívott egyszerre, és az ismert univerzum legerősebb ember, akkor Chuck Norris. Nem, csak ő nem lehetett. Igen, Chuck Norris tudja a számát a Ferinek, neki nem kell megadni. Fekete Laci hívott bennünket, képzeld el. Azt a mindenit. Kemény mi. Úgy kezdte, Ferikém drágám, eszem a reggel. Jani kivel kapcsolva. Eszem a reggel. Ezt mondtam, hogy, hogy Lacikám, azzal nem jársz, jól? Mostanában fogára se elég. Igen, úgyhogy beszélgettünk vele, és úgy döntöttünk, hogy ennek a férfinak itt van a helye, hogy te is érezted azt a törődést, ami irányunkban volt. Mert az milyen lenne, hogyha mi mondanánk el a Janinak, hogy mit mondott a Laci? Mondja el a Laci. Így van. Volt benne egy kis hűrő, volt benne egy kis hiányérzet, de nem ekkora. Mert megadtam ugyan a számodat, de te már ki voltál kapcsolva. Most elmondja neked, jó? Fekete Laci, jó reggelt, Laci, szevasz! Jó reggelt, edzés előtt, közben után. Hogy vagytok, sámánok? Hogy vagytok? Jó, megvagyunk. Megvagyunk, köszönjük, de te is jól vagy. Hát, köszönöm, hogy... Öregesen, tudod, azt kell mondani. Öregesen, meg hát tudod, az ember lót fut egész nap, azt már készülődök a napra, itt rohangálok. Emelgetted ma már a golyókat? Nem úgy értem, hogy voltál a már kis Igen, mindjárt abban kezdtem, mert hogy kinyitottam a szememet, és olyan jó paszba vagyok, hogy kettesével mostanában. Ugye, és el szeretnél mesélni a reggelidről? Mondjuk akkor elmegy a 10 percünk. Még nem ettem. 3.49-kor nem reggeliztél. Nem. Miért? Hogy van? Előbb edzés, és utána reggel? Nem, hanem én most már hosszú-hosszú évek óta én nem reggelizem. Ó. Aha. Mert elnyújtod a vacsorát? Nem, ilyen egyevéses napokat rendezek, most már hosszú évente, általában ilyen este 6-7 fele jutok kajához, de akkor egy fél tehenet lerágok a bazáról, úgyhogy az szép. Egy könnyed levezetésnek. Na, Laci, miért hívtál bennünket? Ugye mi tudjuk a Csabival, de a Jani még nem tudja, hogy mire készülsz, és szeretnénk, ha ezt elmesélnéd neki. Hát kérlek szépen, azért hívtalak meneteket, egyes, hogy hála Istennek mindegyőtöket ismerem, ismerlek meneteket, és tudom, hogy ti is. Mennyire szívünkön viseljük a sorsodat. Hát, mi is szeretünk téged. Olyat, mint én már ettél is. Hát, mert ti is azt a réteget képviselőtek, hála Istennek, hogy gyönyörűen vezetitek a műsort, poénkodtok, szórakoztok, de mindegyőtökben bent van a becsület, az igazságérzés, minden, és ezért, meg hát régóta ismerjük egymást, és ezért felhívtalak benneteket, mondom, elmesélem, hogy mi fog majd zajlani az életemben, mert
A 20-20 évek alatt már megmondtam ezt, megutáltam ezt, és már egy gyűlölet szintén formálódott bennem az, hogy különböző ilyen senkiházi, ilyen mocskos emberek. Különböző senkiházi, mocskos, hazudozó emberek a médiában és az interneten szurkálódnak ellenem. Most mivel mocskolnak téged? A gyermekeim ellen. Nem konkrétan, úgy, mint Fekete László, úgy csak abban, mert az eredményeimet kénytelenek ugye elismerni, meg tisztelni is, hanem ugye próbálják az ő baráti körüket, a másként látó embereket befolyásolni abba, hogy például ebben az erősportban behozódnak az ételre, például rájuk szerkeződik egy kamera, akkor abban a pillanatban olyan hazugságokat engednek el magukat. Laci, ez tök jó, mondd már ki, mit állítanak? Hogy nem eszel meg egy tehenet, egybe vagy mit? Hát például ez engemet nem bánt, meg nem is érdekel, itt van egy táplálkozás például. Én köztudott, hogyha ha például megkívánom a grill csirkét, én bevágott 5-5-5 egy vekné kenyérrel, egy csavaros üveg savanyú, és megfújtom egy 15 francia krémesen és akkor utána elmegyek az edzőterembe, és egy 60 tonnát megmozgatok, 2,5 óra alatt leadok 2,5, és így csodálatosan érzem magam. És nem nyomsz mellé semmi bogyót, meg ilyen fehérje készítményeket? A torkomat elvágnám. A torkomat elvágnám, hogyha én ilyen micsmörütjük szarokat tecegetnék. Ma, elnézést, ezt nem akartam. Tehát ez most akkor még mindig az a harc, ami már évek óta zajlik, hogy vannak azok a testépítők, akik használják. Nem testépítők. Igen. Nem testépítő, hanem ilyen erős embernek magát kikiáltó emberek, tudod, akik utána elkezdi kritizálni az én étkezésemet, hogy hú, hát az ember nem is étkezi, ez szabál, meg minden, hát ő ilyen tápláléki egészítőket eszik meg, hát egy kis ugye kokszot melléje, és akkor ugye ilyen erős vagyok. Igen, ám csak azt nem mondja el annak a tupa, a baráti körének, meg annak a rétegnek, hogy ennek az embernek viszont eredménye van, nekem meg nincs. Aha. Szóval ezt elfelejti mondani. Hívd ki őket egy harcra. Igen, na most ugye a közben felnőttek ugye gyerekeim mellettem, hogy mind a három gyerek világbajnok, többszörös vagy egyszeres. Na most ezért 2012-ben ugye megkaptuk a Amerikában, Clevelandben, ottan erősebben szövetség, a világ legerősebb családja kitüntetést. Na most... És mégis ugye, nektek mernek menni, meg mernek kritizálni. Igen, és gondold el, hogy mikor rájuk szegeződik a kamera, olyan hazugságukat engednek el. Például van egy ilyen nagy átkos embereknek mondom ezeket, aki kérlek szépen bekönyörögte magát egy reggeli televíziós műsorba ez az emberke, és kérdezte tőle a riporter, hogy hát mondjon már maga egy rekordot, hogy milyen rekordot tart. Hát azt mondja, hogy a egykezes súly, 25 kg-os súly magasba dobása egy kézzel, ő tartja a magyar rekordot minden 4,90 m-nek. És én előtte 2 éve 5.30-at dobtam Hollandiába. Hát de jó, de az nem Magyarországon volt. Most vele vagyok, de tényleg. Tehát Magyarországon ő dobta 4.90-nel a legmagasabbra. De Hollandiában dobta. Én meg világbajnokságon 5.30-at. Hát kellett neked oda menni. De az holland rekord. Az holland, érted? Ja. Na, mit tervezel? Kihívod őket valamire? Na most ugye már megelégeltük ezeket a hazudozó akármiket, és úgy döntöttünk a családdal, hogy mi közben nem csináljuk ezt, amit ők. Szóval mi csendben vagyunk, balázattal dolgozunk, érjük el az eredményeinket, mi nem anyázunk, nem bogdolózunk, ellentétbe velük. És úgy döntöttünk a gyerekekkel, a családdal, hogy egy sportban, főleg én egy sportról beszélek, egy sportban nem a pufa számít, hanem a teljesítmény. Ha valóban ők ekkora értéket képviselnek ebben a sportágban, ebben a műfajban, akkor mutassák már meg azt, hogy mit tudnak. Na most ezért december 17-én, ez már a dátum fix, még a csarnoknak a helye az még képlékeny, három budapesti csarnok van jelen pillanatban számításban, ahol megrendezzük a nagy csarnok, a sportcsarnokban egy délután 5 órai kezdettel
azt, hogy egy kihívás napja néven, uh-huh. hogy ugyan már mutassa meg, hogy mindenki, hogy ki mit tud, és akkor nagy valószínűséggel, én azért mondom ezt a nagy valószínűséggel, mert szerintem rajtunk kívül senki nem fogja meg ezt tenni, hogy ja, hogy te csak verseny... így várjál, Laci, tehát azon, hogy te csak így meghirdeted, és akkor oda lehet, akinek nagy a szája, az oda megy, és összeméritek magatokat ilyen kőgolyó emelésben, meg malomkerék görgetésben, meg petrenc és lukhat. De lehet fekvenyomásban is, nem? Nem. Azt nem? Az más. Az nem, az más. Fekvenyomás. Nem, az erőemelés, mi ilyeneket nem csinálunk. Sorra, na most csak ebben a műfajban, de nem olyan az, hogy csak aki oda jön, így is lehet talán egy nyílt dologként is, de célirányosan név szerint hívjuk meg ezeket a kis hazudozó emberkéket, és akkor ott nyugodtan bebizonyíthatja, hogy ő mit tud, és ha más nem, előtte letérdelünk, és kedvet fogunk vele, és megköszönjük, hogy eljött, mert tanultunk, vagy valami. Ezt várom, hogy ez történjen már meg ebben a 30 év alatt, amit én dolgoztam, ez még soha nem történt meg, mert mikor meghirdeted ezeket, hogy gyere, mutasd már meg komán, mit tudsz, akkor jönnek vissza az üzenetek, hogy hát én nekem meghalt a sógorom, temetésre kell menni, lejárt a sportorvosi, akkor nem tudom milyen hülyeségek, minden ügyeltünk. Laci, ez szerintem, vagy szerintünk, ezt nyugodtan mondhatom mind a hármunk nevében, és Balázs nevében, és bár ő most többen máshol van elfoglalva, szóval, hogy szerintük ez egy tök jó kezdeményezés, annál is inkább, mert mi is azt gondoljuk, hogy tök alantas dolog így, meg olyan rangon alul így állandóan így üzengetni egymásnak így a médián keresztül. Igen. Itt kvázi nyilván csak időzélesen mondom, így anyázni a másikat a vélemény valós eredményei Igen. miatt, meg a, szóval egy egyszerűen így egyszer is mindenkor a tiszta vizet önthetek a pohárba, hogy most ki is érdemli meg azokat a címeket, meg azokat a titulusokat, amiket a nevük elé tesznek, amikor írólunk egy cikket a bulvár sajtó, vagy akármilyen sajtó. Így van, csodálatosan látod. Azért ül itt ez a fiú, ezért ilyen szép. Csodálatosan látjátok, de ezt nem csak jön mind a hárman, mert ismerlek benneteket, és én azt hiszem, hogy újra kihangsúlyozom, én a sportról beszéltem. Igen, és én nekem a sport a tisztaságról, a becsületről szólt világ életembe, és az esélyegyenlőség megadása. Ez számomra a sport. Laci, így legyen. Nem ígérjük, hogy hírt adunk róla decemberben itt a rádióban. Ennek ugye okai vannak, igen. de nagyon szurkolunk neked, és akkor köszönöm. Lehet, hogy mi is elmegyünk, és megnézzük, hogy kell golyót nagyon emelni. Szépen, köszönöm. Jó? Köszönjük. Ne húzz föl magad, egyél valamit, nyugodj le. Jó, majd decemberben. Jó? Jó, köszönöm. Örülünk, hogy beszéltünk. Én is köszönöm. Szerbusztok. Hello. Az van, hogy nem mersz neki ellent mondani, mert bejön. Igen. Nagyon szerettem egy a tényleg aranyszívű jó indulatú ember, majd meglátjuk, akkor mi lesz a vége. Gyorsan megmutatjuk nektek a beugrót a hármas ugrásra. Kérem? Hogy? Uh-huh. Tessék, még egyszer megmutatjuk. Kettő előadó vagy kettő dalcím, illetve vegyesen is lehet, az a lényeg, hogy ugyanattól az előadótól, amitől a dalcím származik, mert nyilván nem érdemes a nevet elküldeni, ezt küldjetek el SMS-ben, Juli rovata jön, kedv van, úgyhogy vele folytatjuk majd, és a játékkal. Ja, és egy nagyon fontos dolog, hogy én tudom, hogy az a fiú, aki tegnap este még otthon a fürdőszoba csempén fetrengett, nagyon-nagyon boldog lenne, ha még legalább 25 ezeren lájkolnátok a Facebook oldalát. Most így egy felvetés. Azzal tudtok neki igazi jó kívánságot, igazi erőt küldeni. Tudjátok, hogy a saját... Ha szeretnétek, hogy holnap már ő legyen, hogy megint visszajöjjön. Azzal bizonyítanátok, hogy mindennél jobban hiányzik nektek, és mindennél jobban szeretitek, és akarjátok a gyógyulását, ha még legalább 25 ezeren a saját official Facebook oldalát lájkolnak. Illetve holnap reggelre ide az ülőt 102-től a Klassz FM portáljára behoztok egy csomó rózsaszín szalaggal átkötött kis dobozocskát széntablettával. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni.
Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Egy perc múlva lesz 4:10, a taps, a váz, Csabinak szól. Hogy nekem szól. Nekem mindannyiunknak szól. Ja igen. Szevasztok, jó reggelt. Itt van ő Csabi. Csabi már beült a saját helyére, mondjuk még csak mondod, hogy 4:10 környékén járunk. Ja? Tehát, hogy még azért... Azért vagytok még itt? Aha. Nem, azért ültem be ide, mert át szerettem volna adni a helyemet. Igazi jó. Ja, mondjuk igazad van, meg igazi sokkal kényelmesebb Balázs széke, mint az Ákosé. Egyébként pont ugyanolyan székekről van szó, csak mondom. Nem, igen. Az jobb. Ez jobb? Ja, az jobb. Az főnöki. Így van. Ja. Főnöki. Mert abban van egy ilyen aranyér elleni párra is. Furcsa, hogy most nincs tele morzsákkal, mint általában, amikor a Balázstól szoktam átvenni. Meg nem úszik a méz itt a keverőpulton. Mert zsőr ki morzsaporszívoztam. Ja, értem a reaktort. Többen írják, hogy a következő dal a Hunabali legyen. Ja, tényleg. Tényleg. Jó, hogyha valaki esetleg nem tudna, és nem olvastam még a bulvár sajtó aktuális példányait, hihetetlen módon már egyébként mindenhol szétspriccelt, hogy a Balázs ilyen meg olyan dögrováson van, és hogy végtelő rossz áll, és irgalmatlan betegség csapott le rá is, vagy a családra is. Na, ennek kb. A fele igaz, vagy a fele sem igaz. Mi most még egyszer nem ugrunk neki ennek a témának. Van egy csúnya gyomorontásuk, ennyi, holnap már valószínűleg lesz. Minden más csak kitaláció, szenzáció, hajházás. Pedig tényleg magas labda lenne ez a Polgár Petinek egy ilyen fosósányos vírus. Hova tudna írni? Egyébként itt a hallgató ilyesmi, sziasztok, tényleg Balázs a zsombó írém. Ja, tényleg, igen. Múlt héten beszéltünk ugye zsombóról, ahol az egyik busz megállott, oda megtiszteli valaki. Hát, megvan az elkövető. Tényleg, a Peti holnapra össze tudna patinni egy hunabudi című szám. Biztos. Trafi Várpalota nyugati végén, a 8-as úton, Petyka a Trafi Várpalotán, ez ugyanaz. Turul M1-es pihenő, a Pest felé haladók mosolyognak, a zsandárok kibújtak a kulipintyóból. Üdv Rotyika, de szép nevet választott. Rotyi, szép. Magadnak. M3 bevezető szélső sávban valami az útra folyt, mellettem egy autó 20-ról álló kerékkel állt, meg motorosoknak életveszélyes tronki, írt a Budapest Kőbányai út 3-as baleset, egy sáv járható körút felé, ezt pedig Gábortól kaptuk, és mivel kedv van, akár van Balázs, akár nincs, Julit senki se állíthatja meg. A Juli. Na, ha volt egy szignál, semmi mindegy, hagyjuk, nem érdekes. Nem, már egy ideje nem nyomjad. Én most egy utolsó elé. Juli, szia! A kakifantom meglett, nem? Meglett. Állítólag meglett. És hogy kapták el? Akció közben. Tetten érték. Igen, már nem is kiderült. Ja, mert a keresztnevéről, igen. Géza helyi lakos. És helyi lakos tudott elfogadható magyarázatot adni arra, hogy miért csinálta, vagy volt. Ennyire már nem ástuk bele magunkat a témába. Tehát nem mentünk a zsombói kakifantom után, de azt tudom, hogy ő is megvan, és a pécsi kaki, mert Pécsen is van egy, de lehet, hogy ugyanaz, őról pedig közterületi fotók készült, hogy a macska kőfölén görnyed, és éppen torja le. Lesz két különböző ember, vagy pedig egy sorozat? Nem tudjuk. Nem tudom, hogy egy sorozat elkövető-e, avagy két külön ember. Julikám, hát mi november van? November van, srácok. Bajusz hónap. Bajusz? Igen. Ez igaz? Na, tudod, de mi az, meg is vagyunk Ferivel. Hát, tudom, hogy tavaly nagyon sok bajuszossal találkoztam, és ezzel a férfiak jelzik, hogy... ja? Na, mit is? Mindjárt szembe fal az internet. Akkor férfiak, már kérdeznek, hogy alul felül. Ugye november ez a neve. Így van. Na, hát akkor te már kimüveled. Így van, pontosan. A bajusz ebben a hónapban a férfiaknak olyan, mint a nőknek általában ez a kis rózsaszín kis masnicska a mellük fölött, egy daganatos megbetegedésre hívja fel a figyelmet. Ugye a nőknél a rózsaszín szallag az a mellrákra, a férfiaknál pedig a prosztatarákra. Úgyhogy tessék szépen elmenni. A rózsaszín szallag, tegyek föl. Nem. Ja, bajusz növesz bajuszt. Igen. Akinek viszont állandóan van, az vágassa le, az azzal egyébként ezt csinálták, igen, úgy, hogy te most levágatod a szakállodat, és csak bajuszod. De akinek csak bajusza van állandóan, az mit csinál most? Hát akkor az még jobban megnövekszik. Befesti rózsaszínre. Igen, most. A lényeg az, hogy ugye párbeszéd. János Ura Sándor Palotám arról. A bajusz kapcsán párbeszédet kezdeményezzetek, hogyha valaki megkérdezi, hogy miért neveztettél bajuszt, akkor el tud mondani azt, hogy most van a... Igen, ez a hónap, ugye a prosztata szűrésnek a hónapja. Érdekes, hogy egyébként ezt pont én magyarázom. Egyébként utána néztem, csak egy kis közszolgálat, hogy minden hatodik férfi érintett ebben a kérdésben, és
és az 50%-uk már csak akkor jut el orvoshoz, amikor az orvos már csak fájdalomcsillapítást És pedig, ha már ilyen komolyak vagyunk egy pillanatra, meg tudományosak, akkor a legjobban gyógyítható, tehát ha időben észreveszik, a legnagyobb esélye a gyógyítható rákfajta a prostatarák, úgyhogy azért is érdemes az évi egyes kis új mutató újas sztorira elmenni, még ha kellemetlen is, plusz van ugye a vérből való szűrés most már, az pedig egy ilyen új begyszúrás, és ott is a gyulladást már megállapítják. Viszont két nagyon fontos kiegészítő információ, most jött ki az új felmérés, napi 20 perc kerékpározással jelentősen csökkenthető, de amivel még... Gyerek nélkül? Hát ez de, igen, ezt nem olvastam, ez csak a egyes vágyálmunkban szerepel, de ami még jobban csökkenti, az a napi szex. Akárkivel. Tehát ez a kitétel, ez nagyon tetszik. Jó, én örülök neki, hogy nem korlátoznak. Nincs, de az egyedüli is jó. Most mert egy darabig az volt, hogyha egyedül vagy, akkor az nem tesz olyan jót a prostatának. Az új kutatás szerint az ugyanúgy ér. Na, hát akkor célba értél. Nagyon jó. Nincs probléma. Én azt nem értem, hogy továbbra is, de ezt már szerintem a múltkor is mondtam, hogy ezek a tabletták, amiket te beszedhetsz arra, hogyha csöpög meg picit fáj, a prostata jó indulatú megnagyobbodására és egyebekre. Tehát nem mész el orvoshoz, hanem elkezdesz szedni. De ez bakker, ez olyan, mintha nekem lenne egy csomó a mellembe, és azt mondanak, van erre egy kis kenőcs, kenj be vele. Mert ha jó indulatú, akkor elmulasztja, és ha rossz. De ezt honnan tudod? Ez már csak akkor derül ki, amikor már oda mész. Túl kell lépni a dolognak a kellemetlensége. A bélt vagy valós kellemetlensége, mert azért vagyok őszinte, egy csomóan úgyanak, hogy persze kellemetlen. A nőknek sem élvezet egyébként nőgyógyászhoz járni. Tehát, hogy azért nyilván nem véletlenül van az, hogyha találnak maguknak egy szimpatikus nőgyógyászt, akkor lecövekelnek mellette hosszú évekre vagy évtizedekre, mert hogy nekik se kellemes. Ezt onnan tudom, hogy ugye nyilván a családban van egy csomó nő is, hogy már ők is meséltek erről, hogy hát ez, ők ezt se szórakoztatja, a különösebben az, hogyha fel kell ülni egy székre, aztán tornázni. Na, srácok, mit csináltatok a hétvégén? Én például színházban voltam, képzeljétek el, ha rám is vonatkozik a kérdés, persze. A Pál utcai fiúkat megnéztem. Balázs, nem? Bár nagyon kunyeráltam tőle a jegyeket. Ugye pénteken volt a bemutató, arra már nem kaptunk jegyet, viszont a Laura otthon netezett, és egyszer csak észrevett, hogy a szombati előadásra van 4 basszus egymás melletti jegy, úgyhogy mi vásároltuk a jegyet, de elmentünk és megnéztük. Mivel szóltál ingyen? Ezt szólsz, akkor tudunk szerezni egyet. Mi kaptunk 4-et, Janival 2-2-t átadtuk. Akkor az volt az üres hely. Na, azt nekünk eladták, mert tudták, hogy ti nem fogtok menni. És odott belül egy cím. És zseniális volt, nagyon jó volt. Nagyon nem tetszett. Mi születés? Te mit csináltál hétvégén, Juli? Jó, semmi nem érdekes, csak egy életfeladat megismerő angyalműhely foglalkozásom volt. Mi van? Úgy már megint? És tegnap este mit csináltatok? Tegnap este... A Balázs tudom, vagy legalábbis sem. Nem voltunk tegnap este se életfeladatot megoldó angyal műhelyen. Te tegnap is ott voltál? Nem, én tegnap este egy Atlantis-i gyógyító Skype-on a gyökércsakrámat, a napfonal csakrámat, és a torok csakrámat bikázta be. De olyan nincs, hogy csináltál egy paprikás krumplit, vagy ilyesmit, tehát hogy egy valami picit hétköznapi megfőz. Hát nem tudom, letöltöttünk néhány filmet vasárnap. Igen, kimostam a függönyt, hogy mindig csak ez a bebikázás, csakra bebikázás, meg angyalműveg. De most már ez itt tart, hogy nem kell oda menjek bebikázásra, csakra bebikázásra, hanem Skype-on megbikázna. Most már Skype-on is megy, igen. Őrület. De kezdjük az elején, szóval. Na, angyalműhely. Igen, angyalműhely. Tehát, én nem tudom, ez hogy... Az az angyalműhely, ami a... Nem, ez egy másik. Nem. Szóval ez nem az, amire a Feri gondolt, és én semmit nem tudok. Van egy televíziós műsorvezető hölgy, a Nóri, és akkor Ördög Nóri, és neki van ilyen nyelszám, az is az, nem? Ahol biztos angyal csinálok dolgoznak. Nem, ez nem ugyanaz, nem, egyáltalán nem. A lényeg az, én nem tudom egyébként nektek, illetve azt nagyjából sejtem, hogy ti nem vagytok nagy templom látogatók, de a valláshoz, a hithez való viszonyatokat, azt nem feltétlenül ismerem. Nem tudom, szoktatok-e néha például fohászkodni, hogyha nagy szarban vagytok. Tehát, hogyha bajba kerültök, akkor előfordul-e az, hogy azt mondod, hogy jaj, jó istenként vagy, akárki angyalként. Matek dolgozatoknál meg pótvizsgálni, de komolyan. Lehet, hogy én mindig imádkoztam. De én egyébként áldoztam is, tehát egy első áldozás voltam, bérmáltam, és stb., és előszeretettel jártam a helyi atyához, mert ilyen jó válaszokért, hogy jól válaszoltunk a Bibliával kapcsolatban feltett kérdésükre, akkor mindig kaptam cukrot. Nálunk pingpongozni lehetett, de a parókián nagyon jó volt.
Volt olyan egyébként? Nálunk kötelező volt, nekem a nagyapám az csekrestjés volt, és, de most komolyan. De és a nagyszülők mindkét oldalról nagyon-nagyon vallásosak voltak, és szinte kötelező volt, sőt, annyira volt kötelező, hogy emiatt nem is mentünk, mert kötelező volt, és gyűlöltük. Na, hát én templomlátogató kislány voltam, aztán valahogy elmaradt ez az életemből, de egy csomószor megesik az, hogy azon kapom magam, hogyha valami nagy, komoly feladat kerül az orrom elé, vagy valami nagy probléma van előttem, akkor úgy fohászkodok. És vannak egy csomóan ebben az országban, akik azt mondják, hogy van melletted két őrangyal, aki csak arra vár, hogy ilyen fohászokat mondjál el, és hogy ők segíthessenek. Kettő? Aha. Kettő, nem egy, kettő. Na, hát vannak angyal műhelyek, angyal programok, ahol megtanulhatod azt a technikát, hogy hogyan lehet ezekkel az angyalokkal fölvenni a kapcsolatot. Csak akartam, hogy milyenik akkor rohadtul unatkozhatnak így az elmúlt 46 évben. Igen, vagy én sem nagyon. Vagy ha igen, és mégse segít, akkor mi, akkor rosszul könyörgök neki, vagy mit csinál? Lényeg az, hogy ez a két angyal, tehát az a lényeg, hogy én nézelődtem az interneten, és akkor beleszaladtam ebbe a bizonyos programba. Van egy sok műhely szervez ilyen programokat, én egy Balázs nevű úriemberrel találkoztam, aki elmondta, hogy ő 2011-ben egyébként újságíró volt, találkozott egy ilyen nővel, aki mesélt neki erről, és akkor rengeteg sok problémája volt, és gondolta, tesz otthon egy próbát, gyújtott gyertyát, és azt mondta, hogy figyeljetek, angyalkáim, lehet, hogy meghűltem, de azt kérem tőletek, hogy, és a következő 3 hónapban ezek a dolgok összeálltak neki. És ő nagy megerősítést érzett, és azt gondolta, hogy ez valóban működik, úgyhogy ő azóta ezzel foglalkozik. Sztori lényege az, hogy ő azt mondja, hogy van két őrangyalod, és van ezen kívül 15 arkangyal, akiknek különböző feladatai vannak, és hogyha szépen kéred az őrangyalaidat, akkor ők segítenek, tulajdonképpen ők csak arra várnak, hogy ők segíthessenek neked, de nem csak a nagy életfeladatokban, hanem ha parkolóhelyet akarsz találni, ők abban is segítenek, tehát hogy ők elintézik neked a dolgaidat. Csak szépen kommunikálnod kell veled, és nem kell különleges képességeidnek lenni ahhoz, hogy fel tud velük venni a kapcsolatot. De mindenki őrangyala meghallja a saját emberének a szavát. Hát mondhatjuk így. Csak a hozzátartozó nyelvezetet kell, vagy módot kell megtanulni, hogy beszélsz igen, hozzá? Igen, vannak ilyen tanfolyamok, ahol elmész, és akkor megtanítják neked. Ahol megtanítják azt, hogy például hogyan kell gyertyát gyújtsál, hova kell tenned azokat a bizonyos gyertyákat, hogy hogyan kell tisztító meditáció részt venned ahhoz, hogy megtisztítsd az energiáidat, tehát hogy az angyali energiákat bevonzd, és hogy tudjál velük kommunikálni, és vannak például ilyen életfeladat megismerő angyal műhely programok is. Aminek az a lényege, hogy ők az angyalok segítségét kérik, hogy te megtud, vagy te az angyalok segítségét kéred, hogy te megtud, hogy jó úton jársz-e, vagy hogy mi legyen a következő lépés. Megtudtad, Juli? Hát szombat volt, megérkeztem, beléptem az ajtón, ott volt bent 14 ember, rögtön lefújtak egy Mihály arkangyal eszenciával. Ezzel indult. Te szóltak, hogy csukd be a szemed. Misi vagyok. Ezzel indult, hogy Balázs megállt előttem. Mihály vagyok, Mihály vagyok. Azt mondta, hogy lefúj engem egy ilyen Mihály arkangyal eszenciával, amit rögtön kérdeztem, hogy ez mi a csuda, és akkor valószínűleg más nem tette fel neki ezt a kérdést, úgyhogy kicsit zavar is mivel is jött tőle a kérdéstől. Mondta, hogy ez egy olyan eszencia, amit az angyalok megáldottak az energiáikkal, aha, és ettől én egy magasabb rezgésszámra kerülök. Nem firtattam a továbbiakban, hogy mit jelent az, hogy magasabb rezgésszámon leszek, hanem besétáltam a szobába. Egy tök jó hangulatú foglalkozás volt, egyébként ott volt 13 nő, meg egy férfi. Ilyen meglepetés. Körben ültünk, középen égtek a gyertyák, ilyen 40-es, 50-es nők, leginkább szerintem egyébként ilyen tanfolyamokra azok az emberek mennek el, akiknek eljutott valahova az életük, aztán jön egy pont. Válnak már más eszenciájára is. Igen, és aztán nem tudják, hogy merre tovább, úgyhogy ilyenkor az ezotéria felé fordulnak. Zsűl, van egy hanganyag, csak hogy el tudjátok képzelni, hogy például a csakra tisztító meditáció az milyen hangulatban zajlott, én megtaláltam ennek az úriembernek a videóját fent az interneten. Szedd már össze. Te jó vagy. Ja, Erkövér Balázs vagyok, angyalterapeuta. Menj 2 perc 50-re körülbelül. 2:50. Angyali üzenetek átadása. Érezheted, hogy minden légvételed egyre hosszabbá válik. Hát én ezt úgy megvertem. Közben láthatod és érezheted, hogy az orrodon át a levegővel együtt
aranyfehér fényt szívszeren. Aranyfehér fényt. Megszívod az aranyfehér. Amikor bent tartod a tüdődben a levegőt, akkor ez az aranyfehér fény széttárad a testedben, és feltölti körülötted az energiamezőt. Hát ezzel a hanggal nem lehet. Feltölti az aurádat. Na, hát szóval... Ha ezt a Csabi mondja, érted, akkor én megszívom. Márhogy az aranyfehér fényt, érted? Mondjad, az orrodon keresztül. Az orrodon keresztül vegyél levegőt, mert meg fog hulladni! Na, a lényeg az, hogy egy ilyen közös meditációval indult ez az egész program. Mihály arkangyalt kérték meg, hogy aranyburkot vonjon körénk, és ez a vezessen kulcsa, ez az minket a megvilágosodás útjára. És a lényeg az, hogy egy ilyen hosszú közös meditáció során az emberek találkoztak a saját angyalukkal, aki tulajdonképpen elmondta, hogy jó helyen van-e, vagy sem, mi legyen a következő lépés. Mit mondott a tie? Hogy nézett ki a te angyalod? Irgalmatlan. Nekem egy erővel rendelkező. Nekem egy szőke, nagy szárnyos androgűn angyal jelent meg, akiről nem tudtam eldönteni, hogy nő vagy férfi. Mit itt áll előtte? Igen? És kicsit morcos volt rám, hogy mit keresek én itt ezen a programon. Ja, ő elmondta, hogy te tökéletesen rendben vagy, miért dobták ki 10 000-et? Ezek nem is ortodoxak, Júliát. És különben is találtál már parkolóhelyet, hiszen itt vagy. Az én anyalom azt mondta, hogy teljesen jó helyen vagy, és nem értem, hogy miért vagy itt most, és miért teszel fel ilyen kérdéseket, mert hogy ez nem véletlen, hogy te azzal foglalkozol, amivel. Ez vicces, mondjuk, hogy itt ülök a mikrofon mögött, és ilyeneket beszélek. Szóval lényeg az, hogy és utána mindenki elmesélte a saját élményeit, hogy ki mit látott, hogy kinek mit üzent, akkor a Balázs elmesélte, hogy egyébként ő már olyan magas szinten őzi ezt, hogy ő már látja ezeket az energia lényeket, tehát ilyenkor egy ilyen angyal konferenciát lát, mert azt látja, hogy ott áll mindenki mellett a két őrangyal. Aztán egy bucilevő srác elmesélte, hogy ő egyszer túl sok aranyfehér fény szívott, és adrenalinét szívott, kellett belenyomni a szívét. Plusz ott van a 15 arkangyal, és aztán az egésznek a megkoronázásaként volt egy ebédszünet, akkor ott beszélgettünk, almát, meg diót, meg mindenféle dolgokat. Hát angyali csemegéket. Aztán utána volt egy ilyen maszkoló szalaggal felragasztott labirintus a szőnyegre felragasztott korábban Balázs egy ilyen labirintust, ami olyan, mint az életút, egy labirintus, ahon valahol elindulsz, és mindig azt hiszed, hogy rossz irányba mész, de ha végigjárod, akkor ugyanolyan, mint az életutad, hogy előbb-utóbb eljutsz a célhoz, és néha azt hiszed, hogy visszafelé mész, de nem mész visszafelé, és akkor megérkeztél a labirintus közepébe, és akkor vártad a nagy megvilágosodást, aztán elindultál felé. Hát megint csak ugyanaz jött, hogy jött mit keresel. A karkangyalod, és azt mondta, hogy milyen istené dobták ki 10 000-et. Vettél volna a gyereknek új cipőt? Azt gondolom egyébként, hogy egy tök jó hangulatú program volt, félreértés ne essék, és nem elmerottyant emberekkel voltam körülvéve, akiknek ilyen látomásaik voltak. Ha valaki egy plüscicát szorongatva hiszi azt, hogy az élete jobbra fordul, vagy valaki azt gondolja, hogy az angyalok fogják a kezét, és neki ettől működik az élete, én ebben... Tudod, mi a bajom ezzel, Júli? Az, hogy a plüscica, azt lehet, hogy megvetted 300 forintért, vagy megörökölted, vagy gyerekkorodból megmaradt nekem. Az a bajom ezzel, hogy ez kiveszi a pénzt az emberek zsebéből. Ez ugyanaz, mint amikor a nyugdíjast elviszik ilyen hétvégi kirándulásra, és eladnak neki egy használhatatlan edénykészletet. Érted? Ezzel az a baj, hogy ez 10 000 forintot, vagy nem tudom mennyi, tök minden, nem is érdekel. Kivett az emberek zsebéből. Szóval, hogy ezt csinálja a Robi, vagy Zoli, igen, vagy Balázs, vagy nem. Én tudom, azt nem értem, hogy ezzel kapcsolatban, hogy tehát, hogyha tudják, hogy ez a dolog jobbá teszi az emberek életét, és ők mondjuk szolgálni szeretnének, meg adni szeretnének valamit az embereknek, miért nem adják ingyen? Jó, figyelj, akkor várja. Tehát, hogyha egyrészt abszolút egyetértek veled, másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy hogyan tudom én ezt megideologizálni, hogy ezért több pénzt kér, hogy... Ez egy egész napos program volt. Ha te elmész egy pszichológushoz, ott 10 000 forintért nem ülsz, csak legfeljebb egy órát vagy másfelet. Itt az emberek elmondhatják a problémáikat, relaxálnak. Ne, hát nem, mert mindenki maga hozta. Ja. A diót és az almát. Hozzám egy kiló hígdaredet. Relaxálnak, meditálnak, egy kicsit befelé figyelnek. Ha mindenki csak 3 havonta egyszer játszaná ezt el, akkor azért az biztos nagyon sokat segítene. Tehát, hogy én azért valahol az ilyen van a nagyon-nagyon gagyi, hát ez nézőpont kérdése, hogy ez ki hova sorolja, és hogy ki miben hisz.
ez egy érdekes program volt, annyira nem éreztem azt, hogy számomra fontos volt, vagy nagy kapukat nyitott meg, vagy valami nagy felismerést hozott, de azt láttam, hogy ott volt egy csomó ember, aki elpityerette magát, aki megkönnyebbült, aki mosolyogva távozott, tehát végül is jó lehetett. Tehát még végre találkoztál az angyaloddal, a morcos pufi androgünnel. Igen. Na de, ugye egy csomót keresgéltem az interneten, hogy ezzel kapcsolatosan mit lehet olvasni a neten, és állandóan egy-egy oldalra találtam rá. Ez már egy egészen meredek oldal volt, ahol a lezipléjük.com atlantiszi gyógyítók, akik a fénykockás csakratisztítástól kezdve a Matrix szemmel való rákgyógyítást. Beteg vagy, Júli. Ilyeneket ajánlanak. És én felhívtam ezt a hölgyet, mert hogy volt egy vonalas telefonszám, felhívtam ezt a hölgyet, akit egyébként Zsuzsinak hívtak, és van egy Gábor nevű párja, ők ketten gyógyítanak, de az oldalukon minden igen, van. És egy Lajos nevű kutyájuk, ez mellékzőnke. Volt kutyájuk. Nem, ő is gyógyít, a kutya is. Hát voltak például olyan oldalak, ahol azt látod, hogy Gábor így feltett kézzel áll, és akkor azt mondja, hogy ha oda teszed az monitorhoz a kezedet, akkor érzed, ahogyan át az energia. Ez már egyszer egy gerinc műtétet már csináltak tévén keresztül, sokat nevettünk rajta. Picit ilyen visegrádi gyógyítós a sztori. Felhívtam a hölgyet, hogy hát akkor van-e arra lehetőség, hogy engem is, rajtam is körülnézzen, hogy mi a helyzet. Aha. Ő mondta, hogy egyébként ennek így születése óta megvan ez a képessége. Már akkor is számítógépes monitorokon keresztül gyógyított, világos. Ő álmában tanult meg biciklizni, úszni és autót vezetni, tehát hogy őnek egészen különleges képességei vannak, és ő a férjével tök jól egymásra talált, mert ő azt gondolja, hogy egyébként a hasonlót vonz, és őt nem hiába kerültek össze. Kérdeztem, hogy mit jelent az, hogy atlantiszi gyógyítás. Ő erre nem feltétlenül akarta nekem elárulni, de azt elárulta, hogy ő kommunikált Tottal. Azóta rákerestem, hogy ki ez a Tott. Tott egy emberi testbe reinkarnálódott atlantiszi szakrális főpap. Ja, vagy úgy. Ezt akkor nem tudtam, de ezt így elejtette, hogy ott mindenki részeg volt ezen az estén, vagy ez hogy van, gyereke? Ez már tegnap este volt. Azon az estén is. Nem, ott nem. Nem. És mi történt? Oda érintetted a kezedet? Nem, mondtam neki, hogy akkor hogy kellene csinálni. Mondta, hogy neki kell egy kép, tehát hívjam fel Skype-on. Mondtam, hogy jó, akkor fölhívom Skype-on. Akkor ott ült ő a kamera előtt, én a túloldalon, megjelent a férje és a háttérben, mondta, hogy együtt szoktak dolgozni. Mondta, hogy itt a gyógyítani. Aki egy idő után kiment a konyhába, tehát valószínűleg nem volt velem annyi gond, és csörömpölt kint, hanem Zsuzsi kezdett el engem kezelni, de úgy, aha, ahogy ezt láthatjuk mondjuk a hatos csatornán is, hogy hát jött az integetés. Szokásos kézmozdulatok. Igen, és igen. Mondta, az a lényeg, hogy aurám van, amin foltok vannak, és ez azért van, mert hogy rám kapaszkodott egy hosszú zöld, hosszú körmös női lény, aha, aki elszívja az energiáimat, de megszabadított tőle. És közben azt hallottad oda a konyhában, hogy nincs rétes liszt! Majd a következő fázisban megtisztította a csakráimat, végignézte a csakráimat, kiderült, hogy leálltak, illetve visszafelé forognak, úgyhogy mondta, hogy akkor ő ezeket elindítja. Bebikázta a csakráimat, és mondta, hogy ne aggódjak, mert ezután minden rendben lesz, és jó. Most nézzük a popsi csakrát. Húzza csak szét! Hát én is türelmet kérek szépen, mert ez most így komolyan vizsgálatot igényel. Ez nekem nem került semmi. De ha én egyébként bejelentkeznék átlagemberként, akkor mennyiért? Szerintem ez is egy ilyen 10 000-es. 10 000-es. Tehát 3 nap alatt eltapsoltál hülyeségre 20 000 forintot, Júli. Gratulálok. A gyerek meg jutott cipőbe jár az iskolába. Így van. Nem kap rendesen enni. Ma reggel volt parkolód? Nem kértem az angyalok segítségét. De miért nem? Mert amiről hozott el kocsival, és kiugrottam az autóba. Ez az egyik. A nő azt mondta, hogy Zsuzsa azt mondta, hogy megkérdeztem, hogy honnan fogom tudni, hogy működik. Igen? Azt mondta, hogy holnap reggel, vagyis ma reggel könnyen fogok felébredni, nem fog fájni semmim, és ki fog pattani a szemem. Hát felébredtem valamikor baromi korán, és láttam a Balástól az SMS-t, hogy gyomormérgezést kaptak, úgyhogy ettől nekem kipattant a szemem, tehát nem tudom, hogy ettől vagy azért, mert előző este megcsakráztak. De a lényeg az, hogy most várom a... Picit nagy árat kellett fizetni azért, hogy kipattani a szemed, érted, hogy gyakorlatilag igen, a
a fő műsorvezető meg a feleség kidőltek, de egyébként tök jó, hogy kipattant. Várom a nagy pozitív változást. Nyilvánvalóan én magam nem biztos, hogy keresnék ilyen fórumokat, csak kíváncsi voltam, hogy működik és milyen ez, hogy el tudjam nektek mesélni. Csak csomó pénzt koroltál nekünk. Így van, mi legalább nem megyünk el, mondjuk nem is jutott eszünkbe. Júli jövő hét kedden van, ugye Morning Show-s itt az utolsó ilyened, csak a szex, kérlek szépen. Jó. Tehát menj el, nem tudom hova, nem tudom mi van még, amit nem próbáltál ki, jó. Azt hoz nekünk. Jó, tehát önfelett szórakozást. Miért azt hiszed, hogy ez rohadtul untad, mi? Ezt nagyon megmondom. Ezek a tanfolyamok szórakoztatják? Nem, engem biztos, hogy nem. Köszönjük szépen, Júli. 5 perc múlva lesz 3-10, mindjárt jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. De nem játszunk hármas ugrást? Ja, dehogy nem. Hát Csabi, tessék, pont ezért, hogy ne írjam már. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Jó reggelt, Kriszta! Sziasztok, jó reggelt! Budapesti vagy, és adminisztratív munkakörben dolgozol, ezt árultod el Annának, aki ezt lelkesen le is írta nekünk. Utálod az adminisztrációt? Nem, dehogy is, Annát nem. Már beválasztotta a játékba. Csak úgy adta magát. Nem, amúgy is imádom ezt is, na meg titeket is. Hát távmunkában dolgozom, 13. elete itthon. Az jó. A távmunka az szerintem zseniális dolog, tehát az, hogy otthon vagy, megcsinálod a dolgot, megkapod a fizetést, nem vesz el az utazás időt, igen. Nem kell rád fűteni oda bent, tök jó. Csomó képviselő csinálja ezt, hogy be se járna. Az más, ugye? Az más. Ugye. De én nem kapok annyit, mint ők. Abban biztos. Kriszta, már is megyünk a játékkal, Jani mondja a kérdéseket. Na. Köszönöm szépen, Zsú. Mit csinál a népi bölcsesség szerint Szent Lőrinc a dinnyével? Így van. Lőrinc naptól már nem tanácsos a dinnyét enni, de egyébként azért még utána is van belőle, jó. Jó, második kérdés jöhet? Az elsőért egy pasztartót kaptál, az már megvan, a második kérdésért pedig azt hiszem, hogy egy jegyzetöm jár most, nagyon csecse egyébként. Jól néz ki, mutatós, hülyén hangzik, de jól néz ki, meg jó. Jó, na figyelj, hány csoportra osztatjuk a vitaminokat oldhatóságuk alapján? Miben oldódik? Igen. Vízben. Húha. És még? És másban nem. Maradjunk el. Jó, rendesek voltunk. Jó, megvan egy jegyzettőm is. Na, a harmadik az pedig egy óra, az egy picit nehezebb kérdés lesz. Mennyire vagy ott mondjuk így a történelemben? A történelem? Nyomjad, jó lesz. Meglátjuk, legfeljebb. Egyesültségével megoldjuk. Jó? Na, nagyon figyelj, mert ez egy óráért megy még, meg a komplet ajándékcsomagért. Melyik országban található Hadrianus fala? Ez egy szép hosszú és nem túl magas fal. De, Anglia, igen. Úgy van. Római birodalom határa. Nagyon jó, látod, nagyon ügyes vagy. Kriszta, mindent küldünk neked, jó? Amit találunk, köszönöm. Az benne lesz a csomagban, úgyhogy gratulálunk. Te jó vagy. Nagyon köszönöm. Puszi, szép napot, szia. Nektek is köszönöm, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 percen múlt el 3:40, M1-es autópálya 57-es kilométer Tatabánya, emelkedő teteje Budapest felé van egy trafipaxunk, és nagyon baleset nem is történt. Zalaegerszegen viszont esik a hó, haló. Nem azt a mindenit. Esküszöm, már tegnapi hír is volt, ugye nem marad is meg. Mondták, nem marad meg, de azért kellemetlen. Pár napja mondta az én kisebbik gyermekem, aki most 9 éves lesz, hogy ő még nem látott olyan igazi havat. Tehát, hogy volt már hóes is, amióta ő él, de hát mit ért ő az igazi alatt? Mert hogy azért képeket már látott róla, de olyat, de hogy itt ilyen nem szokott lenni, kérdezte ő. Itt Keresztúron? Igen, ott Keresztúron. Hógolyót még nagyjából lehetett csinálni az elmúlt 9 évben, de hóembert már nem nagyon. És tulajdonképpen, ha most esne egy olyan igazi nagy hó, akkor ebből a szempontból örülnék, hogy ezt meg tudnám mutatni, de amúgy nem vagyok egy nagy térrajongó. Úgyhogy maradjon Zalaegerszegen az a hó, valahogy állítsák meg az zalaiak, ha kérhetem tőlük, és ha havat akarunk látni, majd oda megyünk. Volt, hogy lefagyasztottam.
hógolyókat. A gyereknek? Ne, akkor most komolyan, tehát hogy egy esett hó, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne látni havat egyébként az év túlnyomó többségében, vagy abban a részében is, amikor egyébként nem természetes, és le volt fagyasztva a méhütőkben egy pár hógolyó. Én az interneten szoktam nézni havas tájakat, ha erre vágyom, de nem vágyom. Igen. Jó? Mentek, gyorsan meghallgatjuk, hogy miről beszélgettünk ma reggel. Ma kezdődik, ugye, vagy már el is kezdődött az amerikai elnökválasztás utolsó etapja, egy csomó ugye már leadták a szavazatot, de hát azért a nagy esemény ez ma van, úgyhogy Nógrádi tanár urat kerestük meg azzal, hogy segítsen eligazodni a rejtelmekben, illetve egy kicsit talán nézzünk előre, hogy mi van, ha egyik, ha a másik jelölt nyer. Hát ő mind a kettőt katasztrófaként említette, ezt majd meglátjuk. És a Csabi hozott egy hírt az X-faktorból, egy énekes lányag Eszterrel kapcsolatban. Igen, hogy ő ugye kiesett, és hogy vajon a szülei tehetnek-e arról, hogy az ő hozzáállásuk mennyire segítette hozzá Esztert ahhoz, hogy már az első adásban kiesett. Igen, már két hete el szerette volna mondani egyébként ezt a hírt, csak a saját műsorában nem volt rá elég ideje. Nem, az történt, hogy az, hogy őt felállították, majd újra visszaültették, az két hete volt, de az, hogy kiesett, az pár napja volt szombaton, tehát ez nem egy két hete történt, az expert a Csabi, és teljesen hihetetlen, lepattat róla a labda, annyira nagy. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc múlva 10 óra, már is hívjuk a nap hallgatóját, aki reméljük, hogy fel is veszi a telefont. Csabi, jó volt ma is. Ugye? Ne, én is jól éreztem magam. Köszönöm szépen a lehetőséget. Maradtok velem, mint ahogy én is bejöttem hozzátok? Sajnos nekem egy nagyon-nagyon fontos persze dolgom. Jani? A Janival együtt élve. Persze, nem. Tudod. Morning Show? Igen! Na, ezt nem gondoltam volna. Na, hát. Zsani, hello. Hello. Na, hát arról beszélgettünk, hogy kit hogyan folyásolt be ezzel a szép magyar kifejezéssel a szülei annak idején, vagy folyásoltak be. Borász vagyok, a szüleim szerint alkoholistának tanultam, írtad te, Zsani, úgyhogy ezzel lettél a nap hallgatója. Gratulálunk. Szépen. Na, úgy jár az ajándékcsomag, úgy van, ahogy mondod. Van ajándékcsomagot, sőt, ha mindig az még a reklámblogban is hallasz majd néhányat, ezeket is használd majd egészséggel. Én még laikus vagyok, ezt akartam kérdezni, tényleg borász vagy? Nem. Igen, igen. Hogy tényleg alkoholista, az a jobb kérdés. Nem, de anyukám szerint borvilágos az orrom. Oh, ja, minden esetre a hangod vidám, és akkor ez nekünk már jó. Púderez. Hát ezek után persze, köszönöm. Melyik borvidéken tevékenykedsz? Itt a Balaton környékén. Hmm. Jaj, de szép hely. Nagyon. És igen, ott is élsz. Igen, igen, itt élek. Nem, déli vagy északi park? Északi. Jól van, na ha arra járunk, akkor benézünk, illetve küldhetsz a betegnek egy gyógyító valamit. Egy kis rozét, hát ha megmacskásodik tőle, még jobban Balázsnak a gyomra. Köszönjük, puszi, szia! Én is köszönöm, hello! Szia! Holnap reggel jövünk majd újra, Csabi még ajánl nekünk valami zenét, már úgyse hallgatjuk meg. De hallgassátok meg, mert Robbie Williams-t ajánlom nektek. Na. Jön hozzánk, jövő na, május, ezért. Augusztus. Nem, augusztus 23-a az időpont, oltári nagy turnét tervez, és ugye most jelent meg a napokban a legfrissebb lemeze. Én már előszeretettel hallgatom, készülök. Vannak rajta nagyon jó dalok, és olyanok, amik abból a korszakából jöttek, amit én kevésbé szerettem, a melegítős korszaka. De én most ajánlom ezt. Most mi? Mert mindig úgy szoktad felvezetni, hogy nagyon jó az van egy vadonatúj album érgalmat, hogy na, igen. Te most... Erről a vadonatúj albumról most azt ajánlom, amit már ismerhettek, hiszen már hallgattátok korábban is a Kívánság műsorban a Party Like a Russian című dalt. Szerintem ez egyik húzónótája a lemeznek, biztos, hogy lesz majd élőben is, de a lényeg, hogy majd megint visszajön hozzánk, és sokan mondják, hogy lassan már olyan, mint a Depeche Mode, akik évről évre mindig koncerteznek nálunk. Hmm. Én bízom benne, hogy Robi is minden évben fog jönni. Jó, köszönjük, nem, lehet a Csabinál dalt kérni 06 1 555 55 00, mi pedig holnap jövünk. Sziasztok! Vissza, szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.